Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Hello! Szevasztok! Újra itt vagyunk, szépen kérem, hát hogy is mondjam, vagy szépen kérem, kérem szépen. Kérem szépen, szépen. Kérem szépen, az úgy sokkal jobb. Visszatértünk a nyári szabadságról. Így itt van, vagyunk irány a következő szabadság. Itt vagyunk most már élőben egy hétig, mert jövő héten újra. De akkor már két hétre. Jövő héten újra szabadságra megyünk, így van, de akkor meg már két lehet, hétre. Meg lehet azért szokni. Hát nagyon meg lehet szokni, igen, főleg a nem korán kelés, szóval az egy, pont ezt beszéltük itt Ferivel az előbb, hogy az egy jó dolog azért. A többi az úgy nyilván hiányzik az embernek egy idő után, de a korán kelés azért az valahogy át lehetne csoportosítani máshova, nem? A délutáni reggeli műsor készítésnek évek óta híve vagyok, tehát hogy délutánra tegyük a Morning Show, de valahogy nem jön össze soha. Nem, de szerintem ezért lenne is egy kis lázadás, azt gondolom. Hát, hogy én olvasgattam ott a Facebookon a kis bejegyzéseket, persze ne irigyelj senki tőlünk a szabadságot, mert azért nem voltunk olyan nagyon sokat az elmúlt években, de azért sokan emlegetnek minket, hogy azért jó lenne már, hogyha bejönnénk, mert az ismétléseket nagyon szeretik, még jobban szeretik, még annál is jobban szeretik. Igen, mondták, reklamálás volt, hogy jó lenne, ha jönnénk. Az mindig jó, ha hiányolják az embert. Így van. De irigykedjenek nyugodtan, és menjenek ők is szabadságra. Ha tehetik. Most hát gyerekek, az SMS mennyiségből látom azért, hogy sokan vannak szabadságon, tehát egyelőre 3 darab SMS-sel vagyunk. Már nem minket hallgatnak. Vagy már elszoktak hallgatóink, igen. Ez nem baj, nyilván, hát mindenki azért pihen, ezt éreztem ma reggel a forgalmon, meg mindenen, hogy egyszerűen más a nyár azért, mint amikor majd szeptemberben beindul a hajtás. Mindenki pihen, mindenki szabadságon van, ott voltam, ott is nagyon sokan voltak. Úgyhogy hát nagy erőkkel szabizik mindenki. De hát a nyár kicsit erről szól, nem? Erről hát meglepődnék rajta, hogyha nem. Viszont a hétvégék azért azt gondolom, hogy a legtöbben mondjuk nem egy-két hétre mennek el, hanem a hétvégéket preferálják. Ez meg is látszott például a múlt hét pénteki forgalmon, mert hogy már rendőrök irányították lefele az M7-esen, irányították rendőrök forgalmon, de iszonyatos mennyiségben mennek le az emberek. Tehát gyakorlatilag persze mindig is mondjuk, hogy Balaton, meg hogy persze az a mi tengerünk, és akkor menjünk oda, meg mindenki menjen oda pihenni, és ne Horvátországba költs el a pénzét, de hát most majd a jövő hétre, ha esetleg le akarunk menni a hétvégére, mondjuk már ennek az ellenkezőjét, hogy le is tudjunk jutni, mert hogy... De nem mond Horvátországot se akkor, ha a Balatonra mész, mert arra van, tudod? Aha. Tehát, hogy mondjál a Tiszatavat, tévezd meg az embereket, és mondd, hogy M3 Tiszatavó! Mi egyébként Ukrajnába. Vagy az esetleg, mi szombaton mentünk Horvátországba, hát figyelj, az a vezetési stílus és kultúra, amit a Lengyelországból, Krakóból elinduló, és egyébként Dubrovnikig autózó lengyel sportár, hát viccelsz, belső sáv is alszik, de látod, hogy apunak így már lóg a feje, és anya próbálja bögdösni, nincs pihenő, szerintem ezek egyvégtében nyomják le, meg a csehek is nagyon. Ez nagy túra. Tehát mikor mi szidjuk a magyar autóst, és a magyar autós is szidja a magyar autóst, akkor mindig bevinném egy ilyen kanyarba, hogy egy lengyel és egy cseh, kövesd őket. Durvándul, de gyorsak, vagy erőszakosak? Nem, vagy nem erőszakosak, kijön index nélkül, úgy áll vissza a két sporttársa közé, saját országának autósa közé, hogy elől és hátul van 5-5 centi. Mondom, vagy nagyon ismered az autódat, tesó, vagy te nem figyeltél. Igen. Tehát, hogy ilyenek vannak, és ahhoz képest a magyarok vezetési kultúrája ilyen, amit ezek nyomnak, és ha mondjuk innen elindulszok, egy olyan 650 a ilyen Trogir környéke, mi ott voltunk, nagyon nagy csodákat látsz. És ott, a fizetőkapunál Zágráb környékén, nem az, hogy 3 kilométeres sor van, 15. 15, mert a horvátok viszont nagyon okosan azt mondják, hogy nem veszed ten kártyát, egy hetes matrica, meg 10 napot, tudod mikor, fizessék kapunként. Kap még mindig ezt a kapust, hogy nem járok nagyon Horvátországba, de én ezt a kapuról kapura mész, de és fizet. Szeretik. De nincs ilyen, hogyha megvetted egy hetit, akkor jobb oldali sávba átmész egyenesen mindig, igen? Van egy ilyen ENC feliratú sáv, azt megveszed, akkor érzékeli és kinyitja a kaput, de azt hiszem csak éveset lehet venni. Aha. Az meg ugye nem éri meg neked, tehát te átlag turista. Mész ez a kapus 30 kilométerenként, ez a kap, hú, de utáltam és mindig. Veszel kártyát, ahol fölhajtasz, mi történik, ugye az is lelassítja a forgalmat, tehát ott már sor, kiveszed a kis kártyáskádat, mész x kilométert, ahol lehajtasz, vagy átmész a másikra, beállsz a sor.
sorba, és próbálnak rugalmasak lenni, hogy amerre több ember megy, ott van több. Igen. Igen, ám csak ugye turnusváltás van szombat-vasárnap, tehát erről is árnak, és arról is. Még az, ez nagyon menő, hogy bárhova mész Horvátországban, mindenhova autópálya visz. Nem? Szóval nem tud úgy lemenni, de egészen Dubrovnikig, hogy ne legyen autópálya. Tehát nem terelnek rá földútra, meg egy sávra, ha csak nincs valami autópálya építés. Tehát a legmesszebb célpontra is leérsz pillanatokon belül. Full autópálya végig, nem? Így van. Azért azt nagyon tudom szeretni. Az utolsó pár kilométer, ha mész, akkor ott mit tudom én, valahol le akarsz menni egy kis faluba, ott kaptál szállást, akkor az a 20 kilométer vagy 30 az, ami a rendes úton vagy a kis úton megy. De egyébként végig, ha fölfelé akarsz menni, ugye ott Pula felé, tehát az Isztriára, oda is van autópálya, lefelé is van, végig. Korrektek egyébként. Mert de a szolgáltatások színvonala az nem emelkedett az árak színvonalával, tehát meg tudom erősíteni, de nagyon jó. Tehát félre ne érse senki, én imádom Horvátországot, mondjuk nem voltunk 5 éve, és most kitaláltuk, hogy akkor elmegyünk egy hétre, kicsit búvárkodni, megnézni, hogy mi a helyzet, és az árak azok szerintem jelentősen nőttek, ahhoz képest, ami volt 5-6 évvel ezelőtt, és a szolgáltatások színvonalát azt úgy nem érzem, hogy nagyon beletették volna. Mondja már példát, hogy mit tudom én, egy hamburger, ott nincsen biztos lángos. Az nincs igény volna rá. Tehát mennyi ott egy, mit tudom én, egy sajtburger, mennyi a sült krumpli, mennyi a, mondjál már egy-két ilyen viszonyítási. A viszonyítási alapot mondjuk tudok neked piacosat mondani, ahol 10 kuna a paprika, az 400 forint fölött van kilója a paprikának, 440 forint körül van, de ha elmész az étterembe, hát az most szerintem, ahogy láttam, fogalmam tegnap 190 már volt például. A rohadékok duplán adják a paprikát. Az dupla. De mondok akkor ABC-s árat, fél literes üdítőital, mondjuk egy iced tea. ABC, szint... nem CBA. Ah, nem ott, ott még rendesen írják, vagy így írják, így ABC. Tehát így van, ott is, az is 10 kúna. Tehát minden 10 kúna, az azt jelenti, hogy egy fél literes iced tea a boltban, az 400 forint. Azt szerintem itthon azért olcsóbb. Hát, annyira nem tűnik vészesnek. Itt egy ilyen 250-300 teát. Hát azért az, ha kettő. Na de várj, egy nyaraló vezet, nem? Tehát ha nem is a Balcsira, akkor ott már szerintem ott egy este, ott már is simán egy 354. Hát, igen. Igen. Vagy kivész Magyarodra a Forma 1 alatt. De az más, jó. Azt olvastam, hogy ez valami extra brutál, hogy 3000 hamburger, 2000 gyrosz, meg 800 egy kóla, meg nem tudom. Tehát... A legjobb a füstölt sajtos lángos, ugye? Lángos izé, 1000 füstölt sajtos, 2000. Ne! Hallod, de nem vár. Hát figyelj, valami francia. Brutál jó francia füstölt sajt. Tudnál valamit az a sajt, meg a tejföl, hogyha biztos nem karaván. Hallod? Na mindegy. Sima lángos 1000, 2000. Na mindegy, de jó volt a Horvátország. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Két gyereket ki se lehetett szedni a vízből. Maszk van, snorkel van, és már hogy a légzőcső, hogy magyarul beszéljünk, és imádják. Figyelj, nem tudtad kiszedni őket, mert lát végre a gyerek. Ugye halat látsz, rákot látsz, kagylót látsz. Sok sűnű van. Sűnt, persze, mondtam, és sétáljál nyugodtan, drágám, menjél, csak nem lesz semmi bajod, amíg bele nem lépsz. Úgyhogy azt imádták, nagyon jó idő volt, a tenger nagyon jó, nagyon tisztát így bemenni ilyen turista övezetbe, a Trogirba bementünk, mert a várat azt meg kell mászni, meg ott kell sétálgatni a parton, és hát ott irgalmatlan tömeg, de még egy kimenekülő kérdésem van, szerintetek mely nemzet fia az, aki bemegy a trogiri kikötőbe, ahol hát ilyen Burley Eccleston nevű fiatal emberek hajója áll. Azt hiszem, egy ilyen 30-40 méter hossz körül volt a hajó, egy gyönyörű, kékszínű, minden króm, csupa csillogás. Mm. Így áll a fehér zsakettes bácsi. Ki van írva, hogy no photo, no piszkálás. Az emberünk zokni szandálba. Ne! Várjál. Felmegy a hajóra. Nem ment föl. Megállt a parton, a szélén a mólónak, és a motorcsónaknak, vagy ez egy 40 méteres jaktnak a szélén van egy gyönyörűen megmunkált korlátkörbe, azt ő pont így fölérte, és elkezdte így mozgatni a hajót oldalról. Nem hittem el oldalról, hogy ő azt meg tudja elmozdítani, azt, amit 50 tonnál. Fogadás tárgyal el. És így állt a fehér zsakettes bácsi, aki gondolom várta a gazdáját, és így oldalra nézett, és azt mondta, hogy ezzel nem tudok mit tenni. Na jó. Tehát, hogy de megvan a kép, fehér zokni, szandál. Én imádom az ilyen pólocska kiközőket. Csak azt nem úgy, hogy gyere már kettem maga egy út. Hallod, már beejtjük ezt a sárt a vízbe, a sárt beejtjük. Óriás. Ilyen nézve. Nem hiszem el. Zokni szandál? Zokni szandál. Meg az, hogy megmozgatja, hogy az nem tudom, 40 tonna egy ilyen hajó. Legalább, hogy azt, hogy meg tudja elmozdítani.
és a fehér zsakettes bácsi. De az... lehetett viszonyítási alapja, hogy már korábban valahol megmozgatott. Hát egy... valószínűleg van egy izéje, egy, ilyen, egy halászcsónakja is. Az a meg... Itt a Ibramicsnak a jatja, ezt a, már megmozgattam egyszer, azt nézzük meg a Ecclestone. Nagyon komoly. Fíj, tök jó arc. A zsakettes bácsi meg biztos nem látott még Torrente filmet, érted? Mert nem csak ránk jellemző ez a fajta stíl. De ő nem tudta feldolgozni a fehér zsakettes bácsi, tök egy oldalt nézett, ezt nem hiszem, mert kiír, hogy ne nyújj hozzá, no photo, semmi, ne gyere föl, nem, mi megnéztük. Annyi baj legyen. Megnéztük. Na. Ez volt a legszebb élményem, ami azért kicsit a haza is kötheti. Magyarok, ne legyenek illúzióid, vannak ott azért magyar jachtok is. A dózás utáni hát jövedelemből természetesen. Hol tartsd? A Balatonon nem fér el. Az kemény. Bácsi kicsit úgy érezte, hogy megnézi, hogy... Meg, hát, hogy meg lehet. Azok a kis pufferek, amik a hajó oldalán vannak, rendesen fogják el, és hogy a többi hajótól tényleg megvéde. Meg. Egy ilyen hajót nem nagyon tudsz azért így megrángatni, de ő megpróbálta. Ő meg. Hát, hát biztos volt előtt egy beszélgetés. Szerinted Margit, most miért mondod olyan jelenemet? Hát, hogy tudnám már megmozgatni? Hát meg tudom mozgatni. Hát, ezt figyel. Hát jó, hogy nem ment föl a hajóra, vagy nem kezdett el átvenni ezen az elektromos létrán, ugye engem szegy gombot, ennek így a létre így kimegy a vízről a betorra, és akkor kiszállsz rajta. Nem kezdett el kiabálni. Hát ez a Bernie Agnes. Bernie! Gyere ki! Bernie bácsi! De tényleg a Bernie hajója volt? Kivel ja, nem tudom, csak ő is szokott ott. Ővel 10 évvel ezelőtt találkoztam kint pont Rogírban. Egy nagyon szerény méretű kis hajó. Szerény méretű, ugye, ő nem áll be, mert az neki is nasz, hanem ő megáll kinn a vízen. Aha. Ugyanis olyan a hajó, hogy lefelé van világítása, és éjszaka azt látod, hogy áll kint egy bődületes méretű jacht, és alulról ilyen reflektorok, mintha lábon állna a hajó, 8 darab refi világít le a vízbe. De aminek funkciója nincs, mert miért, hogy a haloda találjon, hogy valamiért tudja csókolni a hajót. Hát de menő. Nagyon menő. Nagyon kemény volt, és akkor abból kijön egy kis jacht, amire fölszáll Bernie, és az jön ki. Az jön van, de hát a hátul van neki. Hát egy kis hajó, amivel így kiúsznak a partra. Mégis csak fölépített egy birodalmat, hát megérdemli. A haja nem is tud megfordulni, a kikötött forgatja. Alatta a tenger. Azért ez jó világ lehet. Sokat vagyunk mi is ilyen kikötőben, szeretjük ezeket a nagy hajókat. Persze. Meg jó lehet egy hétig ott azért egy ilyennel cirkálni. Felveszi 4-5 tonna üzemanyagot, csak úgy hirtelen. Én mindig azt szoktam mondani, egy éves üzemeltetési költségét kérném ennek a hajónak, azt meg vagy életed végéig. Tehát a kikötői díj, a szerelés, meg a benyaköltség. Hát az, elindulsz valahova, akkor azt mondta, hogy jó, tankolj meg, jó, akkor vegyünk föl magunkhoz egy 4 tonna üzemanyagot. És akkor megtankolsz, hogy 4 tonna üzemanyagot. Hát csak a számolt ki, hogy az azért az 4000 liter. Ugye, ha jól számolok, hogy ez úgy körülbelül mennyi. Amivel úgy fullgázon elmész, mint ami X üzemórát, ugye, vagy üzemórában mérik a hajók fogyasztását, de megnézed, ez mondjuk eszik, akkor nem tudom, 12 000-es nagy dízelmotor van benne, akkor az mennyit eszik, csak a 4-5 tonnát úgy megtankolsz. Na. Na, és azt mondom, hogy gyorsan tankoltál egyet. Na. Itt a kulcsugor már. meg kéne tankolni járgányt, igen. Ami belföldön voltunk, de jó volt egyébként, Bükkfürdön. Bükkfürdön voltunk. Egy kis hotelben jó sokan voltak, de egyébként nagyon jó volt. Nagyon kellemes volt, úgyhogy hát ott is van érdekes nép. Mindenhol van azért egy-két érdekes. Van egy-két szórakoztató mama, papa. Azért. De jó volt, mi most külföldön nem voltunk. Meg hát jó időnk volt, hál' Isten. Jó, én mondjuk már nagyon örültem ennek a idegfrontnak végre. Hogy megjött, végre lehetett aludni. 30 fokosan melegedett a hálószobánk. Azért, amikor már nem nyitott ki az ablakot, nem nyitott ki az ablakot, hogy mert tudod, hogy nem friss levegő nem, jön be, hogy nem jön be csak melegszik a lakás, aki nyitott. Most a gyerekszobában van 26,5 fokra hűlt vissza, hát még mindig brutál meleg van, de 30 fok volt a csúcs. 30 egész felett mutatott a termosztát. Úgyhogy jó, jókor jött ez a kis idegfrontocska. Most marad is? Ez is lesz. Egy kicsit marad, aztán hétvégére már jön vissza a jó időm. Tehát hétvégén már újra kánikula lesz. De olvastam pont most egy előrejelzést, hogy jövőre 6-12 nappal nőhet a kánikulai napok száma, tehát hogy fel kell készülni, egyre durvább lesz. De régen úgy volt, hogy egy hét meleg, nem? Aztán jött egy hidegfront, és akkor úgy megint egy hét meleg, úgy volt. Meg a meleg sem most már másfél hónapja, nagyon durva idő van. És nem volt 40 a meleg, vagy tehát most azért ilyen kirívó melegrekord megdőlések vannak. Meleg volt ott is 30-35, igen, igen, és elindul egy hónapja, vagy mit a másfél hónapja, és azóta egy-egy hidegfronttal megszakítva tart. Nem? Ja. Tehát így lélegzel egyet, fellélegzel, és újra brutál. Ott kapsz egy két nap alvást, és valahogy menetrendszerűen jönnek ugye a hidegfronttal ezek az iszonyatos felőszakadások, tehát hogy iszonyatosan meleg, utána jön egy hidegfront, ami a következtében utána leesik annyi csapadék, ami egyébként egy hónap alatt szokott leesni, minden szét, most utána megint nem, semmi egy hétig, semmilyen csapadék. Amikor következő alkalommal jön csapadék, akkor megint ilyen felőszakadás. Úgyhogy...
Elkapott a vihar most benneteket? Voltatok valahol, vagy nem? Megúsztátok? De, mert nekünk most, nekünk is ilyen belső volt, nem ilyen meglepő. Kecskemét, Bánk, stb. Nem volt, útközben nem sikerült sehol. Pedig azért dugóban is áldogáltunk, kitottam ott, nem is kerültük is az autópályákat, elég rendesen elrettegtem tőle. Mondjuk ez a vaz, ez nagyon jól működik. Ettől függetlenül azt nagyon szépen köszönöm annak, aki felajánlotta, vagy aki ajánlotta itt a hallgatók közül, mert tökre jól működik. Tehát, hogy ott azért lehet látni előre mindig, hogy mi van. De nem volt, nem volt nagy. Otthon, igen. Tehát, hogy otthon azért tudod, amikor így hirtelen... Átrendezte a pecót, mire hazaértetek? Hát basszus, tehát kis... Ez most mikor volt a nagy vihar? Ez a tegnap előtt. Tegnap előtt. Most szombaton volt egy nagy. Aha, mi éjszaka jöttünk haza, ha vasárnap hajnalra, akkor már nem volt nyoma se. De akkor szombaton volt. Aha. Volt. Szombaton volt, igen. Mert voltak is azért megint is kisebb-nagyobb károk az országban. Hát meg ez a villámcsapás a Balcsiba fürdőzők közé. Azt olvastam azt, hogy ez mi volt? Hogy felületesen olvastam, nem olvastam végig, hogy benn vagy a vízben. És igen, becsapott a vízbe. Nem jöttek ki viharból? Hát viharban? Igen, most nem tudom, hogy butaság az nagy butaság volt, illetve nem tudjuk, hogy mennyire gyorsan csapott le, de szerintem annyi időd van, ha látod, hogy kezd beborulni, meg villámlik. Akkor kijössz, és akkor oda belecsapott, és az egyik egy lány, most olvastam reggel egy kis csajba belecsapott a villám, de kihozták, úgyhogy nincs semmi baj, már köszönetet mondott mindenkinek, hogy él és jól van. Figyeljetek, ezek az előrejelzések mostanában egészen pontosak. Tehát, hogy amikor jelzik előre, hogy figyelj, este vihar, vagy délután vihar, stb., akkor azért ott lehet. Tehát, hogy nem a semmiből jönnek ezek a villámcsapások. De nagy augusztus 20-ai tűzijáték óta egyébként ezt egészen pontosan mondják. Amikor ugye volt ez a nagy balhé, és ott hajók fordultak be a vízbe, meg fák dőltek ki, meg ott szörnyű dolgok történt, emberek szorultak be az alagút, Valáncinál, ez brutális volt, és ott tényleg senki nem szólt. Még nem fújták le a tűzijátékot, arra emlékeztek? Igen. Ez egy rettentesen nagy dráma volt. Keresték is, az volt egy ilyen fordulópont. Keresték a felelős, mindenki, hogy van az, hogy órával előtte nem tudták, hogy itt ekkora vihar lesz, és együtt 2 millió ember is pont akkor megérkezett. Na azóta ez már azért, sőt, kicsit még így túl is hájpolják ezt a dolgot. De ez a jobb. Ez a szombat is ilyen vörös, narancssárga, 100 kilométeres szél, tornádó, ciklon, és be is kicsit jött. Átment. De hogy sokszorra túl hájpolják ezt a dolgot, vagy túl tolják, de azóta egyébként nagyon, nagyon pontosan. Igen. Sőt, szerintem direkt túlnyomják, tudod, hogy ne is legyen felelősség. De azért ez a szombat sem volt annyira kemény, mint amennyire mondták, hogy brutális lesz. Az a baj, hogy... Nyilván attól függ, hogy hol voltál, persze. Az a nagyon fura, hogy nagyon szélsőségesek a viszonyok. Tehát, hogy lehet, hogy mit tudom én, érted, üllőn nincsen semmi, vecsése megvan. Tehát, hogy így tök fura az időjárás, mert sokszor tényleg előfordul, hogy nálunk nincsen semmi, aztán hallom, hogy Kispeste meg mindent elvert a jég, meg ilyenek. Nagyon furcsa, hogy viszonylag kis területen belül is ekkora különbségek legyenek. Úgyhogy nagyon negyes sorozatok. Tudtál pótolni? Tudtam pótolni egy kicsit, Trónokharcát néztem, meg a Banshee, vagy Banshee, vagy azt néztem, abban megnéztem 2 évadot, az nagyon jó. Most van egy másik sorozat, amit elkezdtem, egy Blacklist nevezetű, az is nagyon jó, meg van egy Mr. Robot, de azt még nem tudtam elkezdeni. Mr. Robot? egy feltörekve kiad a Electric Boogie srácnak a viszontagságairól. Ilyen, jól táncol, nagyon ügyes egyébként, igen. Senki nem hisz benne, Brooklyn külsőn, de a srác megmutatja, hogy. Igen, Mr. Robot, ezt kezdtem el, de Mr. Robot, gyerekek. Jó, nagyon fura, nagyon érdekes hangulatú, nem akarom ellőni, miről szól. Azt nézzétek meg, a fura és érdekes és jó is egyben. Mr. Robot. Aha. Ebből megnézem 10 percet. Úgyhogy egyelőre még Mr. Robot annyira nem volt akazott ki. De nem tűnik rossznak. Emészteni kellett azt a 10 percet, hát érted? Biztos tök sűrű volt. Nem tűnik rossznak, meg valamit láttam moziba. Egy filmet? Aha. Ja, nem. Pócsó popcorn. Nem, az a Terminátor volt, de ezt már beszéltünk. Annyira hosszú nem volt a szabadság, azt már elmeséltem, igen. Na nézzük egy-két SMS-t, jó? Azt mondja, hogy örülünk, hogy újra itt vagytok. Tavaly valaki azt jósolta a neten, hogy az idei egy hűvös nyár lesz. Ezt mondtuk? Hát. Igen, nem emlékszem rá, de lehet. Cápák voltak, Feri? Hogy kérdezi valaki, mert... Horvátországban? Voltak, nem? Dehogy is. Két fáradt nincs. Csetresz, egy ilyen bödön, nem? Egy ilyen igaz, ennél azért sokkal izgalmasabb dolgok vannak. Jó. Merültebb pár Horvátországban az olyan. Nem jó, színes gumicsizma. Igen? Nagyon szép. Néha egy megdöbbentő módon egy hal elúszott, de hogy egy ilyen... Meg is ijedtél, úristen, mi ez? Ott azért kitartónak kell lenni Horvátországban. Ne, jó, merülés vezetők el hozzá, meg jó, le kell menni egy... Mélyre? Mondja, csáot egy amfora. Hát, mondom, figyelj, azért nekem ennél több kell. Nézem, és ott bekapargáltak, ott egy kocsi.
Egy régi Lada, vagy nem. Hát mondom, ez nagyon jó. Hol merültél te? Hát én nem tudom, valahol ott a Isztrián, hogy nem tudom. Ott egy traktor, azt mi se értjük. Igen. Én most ilyenek voltak. Gumi. Ott egy gumi. És akkor az fiel, az fiel. Ott egy cipő, meg ott egy váza. Hát mondom, ez nagyon jó. Mondom, ha ez a búvárkodás. De nagyon jó, én úgy kezdtem, hogy Horvátország, és aztán Vöröstenger. Tehát ahhoz képest a Vöröstenger azért az más. Tehát 10 percig néztek egy ilyen amforát, tudod, amit valaki bedobott, és úgy adják el neked, hogy izé Drake kapitány hajójáról, biztos valami izé brutál durva, az kiderül, hogy egy éve bedobták, hogy legyen ott valami látványosság, tudod. Kettesbe raktak egy Ladát, és beálltak vele a kocsiba, hogy oda tudja menni merülni. Szóval nem egy dús élővilág azért. Hát, jobb helyre kell menni. Hát eleve hideg víz, ugye, hát a trópusi vizek azért jobbak. Más a dolog, tehát aki a vörös tenger keresi, az ne az Adriára menjen. A dolog, de amikor ilyen 60 méteres falat látsz magad alatt, ami leszakad, és úgyhogy a lila gorgóniák, ez az óriási nagy ilyen legyező korral kinyúlik a falból, és az amerre látsz, az van csak, akkor azért nagyon kemény harrajok vannak, most már kezdenek visszajönni. Igen. Betelepítettek snáciket? Hát nem tudom, hogy áthoztak-e valahonnan. Volt egy kis snáci telepítettek. De most már van egy csomó olyan hely, ahol kezd visszajönni a dolog. Ez akkor aztán a második világháborús roncsok azért az, mikor egy ilyen repülőgépbe beúszol. Repülőgép? Hát még egy ilyen bakancsokat láttam meg, ilyen izé. Bomber Jacky délre van az bedobó. Ilyen jó helyek vannak. Tehát hova kell menni? Jó, le kell menni délre, és akkor ott már medúza, hát csak egy kotor. Igen. Ez egy aldi szacskó. Én voltam tegnap este. Igen. Na jó, de cápák nem voltak akkor, de jó nem, volt. Nem. Macska cápa van, de azzal se találkoztunk. Az egy méteres, nagyon veszélyes macska cápa. Mindenki álljon meg. Itt tegnap láttunk egy macska cápát. Nem tegnap, a múlt évben. Az igen, hogy a Horváth autópálya mész, az NC-re összeget töltesz, és olcsóbb az autópálya, tehát ott azok mehetnek, akik föltöltöttek valami összeget a kártyájukra. De hova töltöd? Mire töltöd föl? Gondolom, egy külön kártya, és akkor arra költhetsz, az NC-hez kaptuk. Na, azt nem lenne rossz tudni. Legközelebbre. Igen. Szóval kérdezi, hogy mennyire vagyunk kisimulva. Hát egy hét azért kevés idő ahhoz, hogy az ember nagyon kisimuljon. Kicsit vagyunk csak kisimulva, nem? De minden esetre pihentünk. Ez meg korral jár egyébként, egy kicsit ilyen aszalszilvás az arcunk, akkor is, ha alszunk, akkor is, ha nem. Hát ezzel már nem nagyon tudunk mit csinálni, igen. Na jó, elmaradna az ismétlés, hiszen most élőben kezdtünk, jó? Úgyhogy most nem ismétlünk semmit, csak mondjuk, hogy... De holnap közkívánatra megint lesz. Holnap megint lesz a maiból egy rövidke. Ebben az időintervallumban. Viszont most mondjuk, hogy lehet jelentkezni játékra. És álltok, nagyon jó volt a Forma 1, azt hallottam. Nem láttam, de hogy álltok, valami brutál jó futam volt. Nekik, és az időben szerencséjük volt. Én gondoltam rájuk, hogy így péntek szombaton, például a nyerteseinkre, akik ugye kimertek 3 napra, mert hogy nyertek a játékunkon jegyeket. Péntek szombat az brutál volt idő tekintetében. Ha voltak magyarok, biztos voltak, a játékosainkon kívül, azok szerintem szétsültek, de aztán vasárnap már tök jó idő lett. És hogy jó futam volt. Előzés, Hamilton, kiesés, safety car, valami brutál. Izgi volt. Az elmúlt 5 év egyik legjobb futama volt, azt mondták. Azt olvastam. Uh-huh. Nem, hát egyikük se néz, mert szerintem nagyon, nagyon forma egyet. Na jó, ahogy beszélünk erről is. Lehet jelentkezni játékra, jó, ha játszanátok velünk, írjátok SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis retro gyerekek. Egy jó Inexis. Kedveltem is annak idején. Picit már megfeledkeztem róla, de most meg. Most újra meghallgattuk, igen. Forrádom mérnek egy fehér Seatból, MOL küldte nekünk, 37-esen budapesti felüljárónak bevezető szakaszán egy kamion lerobbant, közvetlenül a körforgó után. Nagyon veszélyes, Kinga, köszi, hogy elküldted. Aztán azt nézem, hogy mi még, ami esetleg friss és fontos. Valakire Jurassic World-öt nézzük meg, mert hogy állítólag az brutálisan. Brutálisan jónak tűnik, ami moziban van, és jó újra hallani benneteket, Adi és Fanni küldte nekünk ebből, vagy ilyen típusú SMS-ekből egyébként nagyon sok kért. Köszönjük szépen, azért ez jól esik nekünk, hogy persze. Még ha voltak jó pillanatok is, azért hiányoztunk is mégiscsak az élőadást. Szeretitek a legjobban. De az is nagyon jól esik egyébként, hogy Laci milyen figyelmes volt. Hát egyszerűen, srácok, mint a kicserélték volna vele, valami történt, hogy valamit kérni akar. Á, semmi, csak megmaradt neki egy kicsit a rokonok ajándéka, és nem tudta odaadni. Igen, ezt már nem tesszük, hogy kidobni kár érte. Igen, úgyhogy hozott egy kis sajtot, kenyeret, meg ezt, azt, nem azt. Nekünk nagyon kedves. Igen, már hogy külföldön volt, nem mondom, hogy hol, mert nem tudom, hogy akarja, hogy mondjam, és hozott nekünk vásárfiát, és mindezt egyébként jól, mert hogy valami... A leherről. Igen. És... hogy... szóval, hogy igen.
Szóval, hogy hozott nekünk ajándékot. Igen, még kenyérpirítót is behozott, hogy pirítós kenyér legyen. Tehát tündér. Valami nagyon nagyot fog tőlünk kérni ma még. De nagyon finom minden. Igen, tényleg nagyon jó. De nem szólunk egy szót se. Na, játszunk gyerekek, én azt mondom, nézzük meg, hogy indítjuk a hetet, így szabadság után. Jó? Uh-huh. Mit szóltok hozzá? Hogy jobb kipihentek vagyunk? Meg tudjuk-e őket szorítani, verni? Mennyi van? Mennyire vagyunk kipihentek? Mi történt? Hogy történt? És hogy mennyire erősek az ellenfeleink? Úgyhogy megnézzük, kivel játszunk. Ma reggel már is itt van a játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, hello! Szia! Hello! Jó reggel, ciao, ki vagy? Polter vagyok, vagyis hát Szabi. Szabi! Hello, jó reggel, ciao, honnan hívtál minket? Igen, Polter, igen. Polter törzs hallgatók egyébként már hosszú évek óta, fel is írogat nekünk, és hát annyit mindenképpen érdemes róla tudni, hogy hasonló a zenei ízlésünk. De hol írogatsz, mert én a falon nem látom ezt a kiírást, hogy Polter, ez Facebookon? Vagy Nem, SMS. És így írod rá, hogy Polter? Igen, szoktam. Aha, jó, nem tudom ezt így, nem. Most a győri kitelepülésünkön is ott volt. Így igaz. Aha. Na jó van, és kivel szeretné játszani? Természetesen Janival. Kéne egy revansot vennem tőle a legutóbbi játék után. De miért nem játszol akkor mással, Polter? Ferivel vagy Balázssal? Most nem akarlak lebeszélni magamról. Érted, hogy múltkor kinyírt a rocker, most meg... Igen. Maradnék Janinál, hogyha lehet. Nem tiltakozunk, mi kérlek. Nem, szépen, hagyj, vigyed. Ahogy akarjátok, gyerekek. Indulhatunk? Persze. Akkor indítjuk az órát. 3-2-1, tessék. Na hát, jó estét kívánok. Jó reggelt. Hogy mondod? Na, készültél belőlem? Mondhatjuk egy picit talán, igen. Összeírogatál. Ott a vége. Mondhatjuk talán, igen. Picit, igen. Hát igen, ezt én így bele szoktam bukni, igen. Hát ez ilyen. Na, jó. Egy hármat bedurantott, hogy biztos vagyok. Ez nem volt hosszú játék, pedig azt mondtad, nagyon készültél rám. Igen. Hát próbáltam, de... Na, kérdésekkel készült. Kérdésekkel készült. Így igaz. Abból mindenképpen. Mi lett volna, nem készülsz? A kezdésnél elrontom szerintem. Hát akkor ez egy rövid játék volt. Nem is nagyon tudunk semmit adni neked ezért cserébe. Hát, köszönöm szépen. Köszi a játékod. Köszöntöm, sziasztok. Legjobbakat, tényleg. A bandára rákerestem. Igen, mindenképpen. Ugye? Mondom. Oké, na jó van akkor. Szia, szép napon. Sziasztok. Hát gyönyörű volt. Na Jani, így kell kezdeni. Ennyi. Neki tapsot megérdemli. Nem is játszok, azt nyered. Egy büdös szót nem szóltál, és így hozzá. De volt egy erős jó reggel, tehát azért bedurrantott. Ugye hátra döltél jó estét. Hát össze akart zavarni. Jó. De jó terv. De nem sikerült, igen, csak saját magát zavart össze. Hát ez van. Gyerekek. Egyel bejebb vagyunk. Ez egy jó indítás a szabadság utáni első. Első hétnek, úgyhogy abszolút jól indulunk. M7-es Balaton felé jól járható. Csiki a burkoló küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Aztán jelentkezem valaki a jövő évi Forma 1 játékra. Ez jó, Krisz írta nekünk, hogy a jövő évi Forma 1 játékra. A gyerekek, az még nagyon sok idő, ki tudja, mi lesz addig. Hol leszünk, mi lesz velünk. De ha lesz Forma 1 játék, akkor ezt figyelembe vesszük. Jó? Akkor fölírunk, és neked alanyi jogon jár egy. Valamit kitalálunk, igen. Tehát most jelentkezzél a jövő évi Forma 1-es játékra, az nagyon menő. Aztán Farádon vigyázom mindenki, mert mérnek egy fehér Seatból, és a 37-es budapesti felüljárójának bevezető szakaszán egy kamion lerobbant, és közvetlenül a körforgó után már most is alakul a dugó. Mindenki menjen óvatosan. Na jó, ezek a legfrissebbek. Jani, klassz volt, gratulálok. Hát, ez igazán nincs mit. És azt mondja, hogy miért nem voltál, Feri, a balassagyarmati Best of koncerten? Mert nyaralni voltam. Ez volt az oka. Visszatértünk ott egy nagyon nagy csörfesztiválon, ilyen soknapos, nagy színpados, sok fellépős. Ki bitorolt a hangszert helyetted? Ki helyettesített? Hát egy gitáros, képzeld el. Tehát tulajdonképpen a közönség nem hogy veszített. Ki Alap István? Maroti Zoltán? Hanem nyert. Lukat. Érted? Hanem nyert azzal, hogy nem én voltam. Sajnálom, gyerekek, ez már le volt zsírozva, hogy nyaralni. Ha menni kell. Végre volt szóló is a Final Countdown-ban. Hát nem szóló volt, hanem virga. Érted? Azt még nem játszuk, azt nem mertem bevállalni. Igen, mondtad, hogy nyaraltál, úgyhogy ennyi, kellett egy kicsit pihenni.
Na jó, van, elmegyünk hírezni. Sanyi hozta szintén a témá. Átnyomott egyet. Átnyomott mondom, egyet hogy a Kázió. Gitáros, érted? Kázió, gitár felirat, átnyomta, igen. 2 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk már élőben, és folytatjuk tovább. A reggelt egy hét szabadság után elkezdtük újra a munkát. Munkába álltunk, gyerekek, felvettük a munkát, így mondják? Így fel. Így van, fel. Felvettük a munkát. Felvettük a munkát. Vissza a gépsorhoz. Visszaálltunk a gépsorhoz, bizony. És újra. Újra vagyunk élőben, úgyhogy lehet mikrofon, nekünk... A mikrofon, mint talicskánk. Így van, lehet nekünk írni, lehet nekünk örülni, lehet tőlünk kérdezni, lehet személyes üzeneteket, problémákat elküldeni, észrevételeket, morningshow@klassfm.hu. Minden, ami veletek történt, foglalkoztat, láttátok, hallottátok. Szeretnétek, hogy beszéljünk róla, vagy azt gondoljátok, hogy másokat is érdekelhet, küldjetek el. Nekünk most már vagyunk élőben. Bár a leveleket láttuk egy hét alatt is. Figyeltünk. De figyeltük, néztük a mi kis postaládánkat, de most már újra itt vagyunk, úgyhogy kezeljük a problémákat. Urai vagyunk a helyzetnek, és megoldunk mindent, amit tudunk. Nem? És mondjuk még ilyen bruták összegeket. Csak éreket 10-ig, én semmiről nem szólok, hatalmas egy pufogtatásokat. Itt vagyunk, minden rendben, újra felültünk a lóra. Természetesen. Jó, ha kérdésétek vannak, akkor küldjétek el őket, és akkor képességeinkhez, tudásunkhoz mérten igyekszünk majd rájuk a lehető legnagyobb szakmai korrektséggel válaszolni. Így van. Szóvivő leszel! Nyilván, úgyhogy itt vagyunk. Itt vagyunk újra. Na, egy jó kis Robi, gyerekek. Ez mi? Jó volt. Most már jön, nem sokára. Hát, 10-e, azt hiszem. Melegíteni kell rá, melegíteni kell rá. Körülbelül, és akkor a sziget ezzel nyit. Jó, az Robi. Brutális lesz. Ő azok közé, a pop előadók közé tartozik, akikre egyébként szerintem a rockfanok is ugyanúgy kíváncsiak. Tehát ő egy megkérdőjelezhetetlen világsztár. Hát volt egy kis kanyar, ugye, a pályafutásában. Igen. De ez a dal, ez még a jó időkben származik, és most ezzel jön. Tehát ugyanilyen jellegű lesz, mint ami az arénában volt. Nem lesz swing, meg nem lesznek ezek az új dalok. Azt annyira én is értettem. Igen. Van, aki szerette, meg jó hangulatú, meg jól énekel, Sinatrát, meg tényleg jó, de hogy az olyan kevés. Mindig volt neki egy ilyen, vagy volt nála egy ilyen bizonyítási kényszer, vagy igény, ami leginkább csak belőle fakad, hogy megfeleljen a szakmának, hogy ő egy igazi énekes. Uh-huh. Nem csak egy popsztáron. De és mindenki mondta, hogy nem, te egy sztár vagy. Nem, semmi, igen. Nyomjad. Ugye hagyd ezt a swinges oldalat, inkább énekelj rendesen. De persze ott is jól énekel. Na, egy-két SMS jó, hogy csak segítsünk azoknak, akik hát úton vannak esetleg, hogy mi a helyzet, és kivere jár. Hatalmas erdőtűz Kiskunhalason katonai helikopterrel is oltanak. Ez Bodri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Köszönjük, Bodri. Hát reméljük, hogy hamar eloltják a tüzet, és nem lesz semmi baj. Aztán nézzük még, csak ilyeneket fog mondani. M7-es Balata felé jól járható. Csiki küldte nekünk, a burkolónk. Hát persze, hétfőn kimegy az M7-esen, gyerekek. Hát senki. Tegyél mindegyikhez, tegyél valamit. Hát nem. Jó. Kimegy hétfőn az M7-esen, odafelé. Mindenki jön visszafelé, nem? De. Nem is hétfőn. Vagy igen, hát kevesebben mennek hétfőn az mondjuk, aki ma ébredt meg, hogy vissza kell jönnie. Milyen nap van hétfő? Hétfő? Ahogy a váját. Arrohat, induljunk el visszafele. Faradon van egy fehér Seatunk a mérnek és a 37-es budapesti felüljárójának bevezető szakaszán. Egy kamion elhagyta magát, úgyhogy ott is egy kicsit lassabb a forgalom. Mikor adják át az M86-os utat, mondjátok meg nekem. Az ami a Csorna felé vezet, gyerekek. Ja. Ez szörnyű, ez olyan, mint amikor feleséged van, és bemész egy olyan szobából, van 10 darab meztelen nő. Igen. Vagy például ez olyan... Adják át most! Ha olyan, akkor arra vagy ez tenni. Olyan, hogy te egy kankutya vagy, és te ott vagy másik 9 társaddal, és bevisznek oda egy tüzelő szukát. Mert hogy mi történik az M86-oson, arra jártam Bükkfürdőn, már majdnem kész, és látod, hogy már szépen lehetne igen, rajta és haladni. Már menné rajta, már kint vannak a táblák, már gyönyörűen. És mozdul arra a kezel. Le van aszfaltozva, már tényleg csak azt várod, hogy megadják a felszállási engedélyt, és birtokba vehetsz az M86-os autó, hogy mi történik a pálya mellett, párhuzamos úton mész. Egyébként nézed, hogy milyen szép az, az autópálya, de tényleg gyönyörű táblák, minden új elválasztó. Csorog a nyálad, másfél óra, mire végig szenveded magad Csornáig, mert akkora felújítások vannak, de már ott van. Már mindjárt kész van. Miért nem engedik?
Nem tudom, hát csorna előtti részen még mehetsz, csorna előtt leterelnek, aha, és aztán csorna után pedig csak így néha belefutsz, átmész alatta, fölötted látod, alattad látod, felüljáróra tekernek ide-oda. De most de gyönyörű! Tehát gyönyörű lesz, és egészen Sopronig lehet majd menni, vagy nem tudom meddig. Hát gyerekek, az maga lesz a kánál. Most legyen ez az új tízesünk? Én nem tudom, mit kell csinálni. Olyan jó, és mi? Új projektünk, az új tízes út? Lehetne. De hát akkor épül, meg szépül, vagy most ezt fújták lehet, hogy van valami műszaki átadás. Igen? Nem, biztos. Nem, amit lefújtak, az még ennél azért fél készebb állapotban volt, biztos találtak valami formai problémát. Lehet, hogy még ott van valami, nem tudom, régészeti lelet tényleg, vagy nem tudom mi, de gyönyörűen megépítették már. Látod a táblákat, most úgy van, hogy Sopron, mit tudom, áthúzó, és már csak egy ilyen piros szalagot kell majd leszedni, egy ilyen X-et, amivel úgy áthúzták ezeket a táblákat. Alatta nincs fölött mindent a szemnek, vagy valami. Nézni szabad. Nézd csak, hülye, csak ne hajts fel, még nincs kész. És látod már, hogy nem sokára birtokba veheted, de még mindig nem engednek. De állnak már ott nemzeti színű pártában menyecskék, sóval és kenyérrel? Hát a szalagban én megyek, átvágom. Tehát bárhol útfelújításon ott vagyok, és átvágom. De egyelőre nem áll senki, nem láttam, csak azt láttam, a nagy táblákon hirdetik, hogy mennyiből készült, brutális összeg, de átadást nem láttam. Aha, itt azt írja a hallgató, hogy szeptember 9-éig kell várnod még. Az szeptember sok... 9-én átadás. És az meddig megy? Azt mondjátok, megy. Meddig megy? Most csorna előtt leterelnek. Tehát leülsz az autópályáról, és egyből fölmész egy nem autópályára, csak az M86-ra, majdnem bemész Csornáig, gyönyörű úton, aztán leterelnek, és utána és Szombathelyig, vagy Sopronig, utána a 85-ös vagy 86-oson vergődsz végig. Szerintem nem megy el Sopronig. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Viszont ilyenkor felértékelődik a falucska, ahol laksz, és az ingatlan árak. Tehát ha eltűnnek onnan a kamionok, rendbe hozod a házadat, szerintem akkor brutálisan felszöknek az árak, nem? Letelted a repedéseket, a falakon, stb. Igen. Mert ugye ott már nem járnak majd kamionok a kis falvacskákban. Igen. Rengeteget jelent egyébként az ott lakóknak. Igen. Visszakapják végre azt a csendet meg a nyugalmat. Mondjuk egy ideig még igen. Na, hogy vagy? Nem kell már kiabálnod már. Na, hogy nincsenek kamionok. Ja, jó. Én nem tudom, hogy lehet ezekben a kis falvakban élni egyébként. Végig lehúzott redőnyökkel, fényes nappal. Ott sötétben vannak? Ott igen. Ott igen. Vagy abban a szobában nincsen fény? Jön a por, jön a hang, szörnyű lehet. Mert nem tudom, de a redőnyt miért engedi le? Nem elég becsukni az ablakot? Nem, le van engedve végig a redőny. Le van engedve, igen. Végig, igen. Mindenhol. Hmm. Tök sötét van. Nem jön be a por, nem jön be a piszok, nem jön be annyira. Ha hát valamennyire mondjuk szigetel is, hangszigetel, hát arról meg tényleg nem beszélve, hogy a viccet félretéve azért ezek a házak szépen az évek során azért csúsznak széjjel elég keményen a rázkódástól, meg a rezgésektől. Sok esetben mondjuk a biztosítók sem nagyon vannak tekintettel ezekre a károkra. Erre külkül, de például, ha van egy átlagos lakásbiztosításod, erre fizet, hogy ott megnövekedett a kamionforgalom. Hát, na bum, nem? Ja. Szerintem a biztosító arra nem fog. Biztosítója válogatja. Na mindegy. Uh-huh. Ezen gondolkodtam, mert arra jártunk. Na, egy kis magyar futball, jó? Csak hogy így térjünk vissza, hogy egy sportos. Na, van ilyen? Van, már hogy nincs. De hogy álltok lesz? Vagy majd valamikor. Hogy Dárdai Pál szegénykém, hát most már végleg kiderült, hogy nem kapjuk meg Dárdai Palit. Ezek a hertások, de komolyan most ezek Dárdai irigyek? Dárdai irigyek. Érted? Igen, hát ez milyen dolog? Most ide, hány ilyen meccse van a válogatottnak egy évben? Sokat mondok, 10. Ne tegyünk fel egymásnak olyan keresztkérdéseket, amire mi sem tudjuk a választ. Most csak mondtam valamit. Még hosszú a megszólalás. Konkrét kérdéseket ne tegyél. Konkrét kérdéseket mi ne kérdezünk, legalább egymástól. Nem tudunk adni. Na de azt olvastam, hogy állítólag nem engedi a Hertha, és el kell, hogy búcsúzzunk Palitól? Vége? Bizony. Vége a magyar válogatott tündöklésének. A magyar futball negyedik Bélájától, az új honalapítótól, aki megmentett minket. Nem járulnak hozzá állítólag, hogy az őszi Európa bajnoki selejtezőkön is vezethesse a mi kis labdarúgó válogatottunkat, és ezzel tulajdonképpen egy szakmai munkát húztak át egy tolvonással. Egy hosszú ideje tartó szakmai munkát. És szép szakmai munkát. És nagyon szép szakmai munkát. Itt végre tudtunk hinni megint a válogatottban, és erre elveszik a vezérlő csillagot. Most álltok a magyar szurkolók a Hertha Facebook oldalát, adjátok vissza Palit feliratokkal. És ez nyilván meghatja a Hertha. Nagyon szeretem ezt a történetet. Adjátok vissza Palit felirattal. Árasztották el a Hertha oldalát, hogy adják vissza a mi Palinkat. Egyébként tényleg komolyan mondom.
Tessék? A palit azt értik is. Adjátok vissza, azt majd lefordítják. De egyetértek a magyar szurkolókkal, hogy végre volt valaki, aki jól működött, aki életet csiholt ebbe a megélhetési magyar válogatottba. De tényleg. Már hogy ezek mindent csináltak, csak nem fociztak normálisan. Most futballal kapcsolatos jeleket kommunikáltak felénk szurkolók felé. Ugye? Aha, ez a legszokat láttál, gólt láttál, lelkesedést láttál, tehát valami elindult. Erre jön a Hertha, és azt mondja, hogy no Pali. No Pali. De hogy mondhatod, hogy no Pali? Nein Pali? Nein Pali? Nein Pali? Schluss Pass. Nincs Pass. Schluss Pass. De több passz kell, nem? Schluss, passz, igen. Nein, Pali, nein. És akkor most mi van? Hát figyelj, mondjátok valahol meg azért meg én lehet Pali nélkül nem csinálok. Most képzeld el, hogyha te mondjuk egy kis vidéki rádiónál dolgozgatnál, igen? Hétvégenként csak azért, mert... Ott vagyok, mondjuk az Ócsai rádiónál. Így van. Aha. Mondjuk... Vámos Szabadi. Igen, tényleg. A Vámos Szabadi Szabadiban. De jó. Igen, ott ülök. Van. A Szabadi Sunnal csinálom lenni hétvégenként, és akkor egyszer csak szólna az FM, hogy nem, ezentúl nem járhatsz le, mert neked itt van dolgod. Innen kapod a fizetésedet, ez a te főmunkahelyed, ez a te főmunkaköröd, itt számítanak rád. Nem szeretnék, hogyha kialvatlanul, hogyha fáradtan, hogyha egy kicsit így leamortizálva jönnél be ide hétfőnként, és mondjuk a Szabadi Sunnál nyomnád el azokat a poénokat, amiket itt várra kell tőle. De nem lehet, hogy nem ezért, nem így irigyek, hanem úgy irigyek, hogy ő a Szabadi Sunt föl fogja húzni, érted? És, hogy és megveri a Klassz FM-et a Szabadi Sunt. Mondjuk ez is igaz. Tehát, hogy attól fél a Hertha, hogy az ő játékosai, akik az ottani nemzeti válogatottban fociznak, azok kikapnak a magyar nemzeti válogatottól. Ha? Aha, hát ők... Nem? Hát... Hát de nem... majd egyszer, nem most, ja, jó, hát hanem most majd egyszer. Értem én, hogy... Küldjétek el, de nem annyira jó. Nekünk én. Németül, hogy szól az a mondat, hogy egy seggel csak egy lovat lehet megülni. Igen. Jó? Hogy szól ez németül? Mit mondtak Palinak ezen a megbeszélésen? Amikor azt mondták, hogy nein, igen. Nein. Na megjön, jó van, visszajött. Na, még ott nincsen, menj vissza. Nem, falni. Ráütök a pultra, és elmegy minden, még egyszer ráütök, visszajön. Hát mi ez itt? Cica vízió? Varázsló. Mi történt ez alatt az egy hét alatt? Bejött a konkurencia, és megbütykölte a kábelt? Megblankolták a vezetékeket? Mit, ha mi ment kiadásba? Nem tudom, közben. Hát remélem, hogy nem minden. Elmegy. Nein, Pali, nein! Nein! Nem, most már itt maradtunk. Ez most nem ment. Most állt helyre valószínűleg. Na mindegy, igen, hát. Tehát, hogy egy popsival egy lovat lehet csak megölni. Egy seggel csak egy lehet. Igen, de az MRS egyébként azt mondta, hogy a két fél által korábban aláírt szerződés alapján jogilag és az elmúlt 8 hónap tapasztalat alapján szakmailag is nehezen indokolatónak tartja Hertha döntését. Tehát, hogy ők nem teljesen értik egyébként, hogy miért döntött így a Hertha, hogy nem adják oda Palit, és azt mondják, hogy nein, Pali, nein. Uh-huh. Van egy szerződésünk? Hát látok, volt egy szerződésünk, aha. Igen. Igen. Most vagyunk beőszintén, hogy mindig aki sérelmez valamit, az általában nem érti a másiknak a döntését. Tehát, hogy valahol ez nem. Tehát, hogy annyira nem lepődtünk meg ezen a dolgon. Na most azért mondom, hogy ugye veretlenek voltunk vele. Ugye? Tehát voltak döntetleneink, voltak nyert meccseink, de azt hiszem talán 4 vagy 5 tétmeccset játszott vele a magyar válogatott. És veretlenek voltunk. Tehát végre egy szövetségi kapitány, akivel mi veretlenek voltunk. Na most mi lesz? Hát vele most már többet nem leszünk. Ezek teljesen laikus kérdések, de én szeretek ennyire laikus. Visszajön a Pintér? Nem. Nein, Pintér, nein. Tehát most mi történik? Visszakapjuk? Vagy jött valami új, nem? A felkészítő szakasz, hogy a Pintér úr életében, amit annak idején beszéltünk, az valószínűleg véget ért. Tehát most már alkalmas a kommunikációra, alkalmas a foci csapat vezetésére, úgyhogy még jó is lehet. Nem? Igen, jó, abszolút. Elküldték a mondatokat. Eine Kuffer, Agyinyiha. Agyinyiha. Eine Kuffer, Agyinyiha. Az Agyin szerintem cseréljük le szintén Ájra. Ezt mondta a Hertha Palinak valószínű. Eine Kuffer, Agyinyiha. Eine Nihaha. Eine Popsi, keine zwei Popsi. Eine Kuffer, eine Horse. Ezt is kaptuk SMS-ben. Na jó,
Hát ezek voltak a laikus kérdések természetesen, de mindjárt fölhívunk egy igazi szakírót és sportújságírót, hogy mondja meg nekünk, hogy most ki lesz az új szövetségi kapitány, mert állítólag megvan. Megvan? Megvan. Mindjárt jó lesz kérdezik. Az nekünk? Igen, ki jó. Ő? Jó. Mit tudunk róla? Ő is dolgozott annak idején a Hertánál. Na, akkor ezt is visszakérik mindjárt, akkor ne. Állítólag jó van a Palival. Na ne. Tehát, hogy nem hívják majd vissza? Tehát, hogy már őt is így visszahívják, és mondják. Ez az. Most egy fél évet itt lesz, csak a Herta őt is elviszi. És utána mondják, hogy Nein Storz. Ez a neve. Megvan a szöveg, beírtam. Nur ein Essel konnte nicht reiten. Ezt mondhatta Herta Palina? Valószínű? Tehát ez az egy seggel nem ülünk meg két lovat? Pali! Nur ein Essel konnte nicht reiten! Mondjuk ez kicsit máshogy hangzik. Aha. Ezután támadunk, az biztos. Ein Volk, ein Reichen Führer! Gyerekek, komolyan mondom, átokű rajtunk. Végre volt egy épkézláb szövetségi kapitány, aki értette, hogy mi történik a pályán. Aki nem az egyik oldalon töltötte be a tökmagot, és mint egy ilyen cséppadoron másikon, és rögte ki a szocsoládát, és káanyázott. Egy rosszul szabott, régi, ronda, háromszámmal nagyobb zakóban, mint az összes szövetségi kapitány itt az elmúlt 5 évben, hanem jól öltözött volt, normális volt, szerette a csapat, értett hozzá. Erre jön a Herta, és azt mondja, nein, Pali, nein! Visszahívják. Hát komolyan mondom, így van. Miért ül átok rajtunk? Miért nem lehet egyszer legalább 3 évig egy olyan szövetségi kapitányunk, aki ráér, aki ért hozzá, és aki nem káromkodik. Annyira tényleg a végtelenségig és rajongása a suhogos nemzeti színű melegítőket, amik XXL-esek ugyan, de akkor is feszülnek a hasán, és normális, szeretik nem a rajongók. A partvonal ment. Kultúrember, európai, még talán tényleg ért is hozzá, hitele van, szeretik a játékosok, és nem fekete. Szeretik a szurkolók. Zakóban, fehér cipőben, makkos cipőben áll a pálya mellett, és nem tud elmondani két épkézláb mondatot, azt is csak nagyon izzadva, erre ezt az ember meg visszahívja a Herta. Hát miért nem megy a Herta a fenébe? Mert nekik is kell. Nyilván nekik joguk van erre. Na, megkérdezzük valakit, aki ért hozzá, jó? Itt van, Deák Zsigmond, szakújságíró, újságíró, foci szakértő, Bundesliga rajongó. Hello Zsigmond, jó reggel, ciao. Ennyi elég is, köszönöm szépen, ennyi. Körülbelül ez vagyok, de köszönöm szépen. Igen. Hát olyan hype-ot kaptál, hogy figyelj. Szenzációs, most nem tudom, hogy fog megfelelni neki, de megpróbálok. Figyelj, miért cseszeget minket ez a Herta, mondd meg, miért nem hagyják Palit nekünk? Hát nem cseszeget, igazából az alaphelyzet az ugye az volt annak idején tavaly szeptemberben, hogy mi a Palit, illetve pontosan az MLS-e Palit ideiglenes kapitánynak nevezte ki, ha emlékeztek rá. És akkor még ő az U15-ös, tehát a 15 éveseknek a csapatának az edzője volt a Hertánál. Uh-huh. És ha belegondolunk, akkor olyan sok szövetségi kapitány nincsen, aki a 15 éveseknek a bárhol az edzője. Tehát azt mondta a Herta, hogy hát végül is a Pali akarja, már pedig a Pali akarta, ugye Enkuffer ugye két hossz, ahogy mondtátok, tehát a... Na, nagyjából, szóval ez a beszélgetés lezajlott valóban, akkor még ezt meg lehetett csinálni, tehát azért egy hátrább sorolt edző, ugye vállaljon másik feladatot, hát hogyha meg tudja csinálni, meg tudja. De közben ugye változott a helyzet, egyrészt ugye Magyarországon ugye kinevezték Franco szövetségi kapitánynak, tehát ugye az ideiglenesből ugye az eredmények hatására ugye valóságos lehet, hogy így mondjam, de aztán ugye februárban kinevezték a Hertánál először ideiglenes vezetőedzőnek, amikor kirúgták a holland elődjét, majd pedig májusban véglegesítették. Tehát hirtelen egészen más lett a szituáció. Tehát végleges szövetségkapitány, végleges vezetőedző a Hertánál. Volt ideiglenes szövetségkapitány, illetve U15-ösöknek egy nem ismert edzője, hogy úgy mondjam. És akkor ezen morfondírozott egy pár hétig a Herta, majd pedig azt mondta, ami benne volt nyilván a szerződésben, hogy akkor köszönjük szépen, most ez az egy fenék, két lóz nem fog menni. A Pali szerintem azt mondta, hogy neki azért menne, de azért szerintem meggyőzték többek között nyilván a fizetését is, ha jól tudom, akkor legalább az ötszörösre emelték, ami teljesen jogos, mert így is a középmezőnyben lesz a Bundesligában ezzel, de messze ő volt. Micsoda egy aljas húzás. Egyébként figyeljetek, ha belegondoltok, akkor több ponton is aljas. Egy 15 évesekből álló csapatot. Azt mondja, Herta, menjél nyugodtan. Bizonyítasz a magyar válogatottal, és egyből kinevezik ott?
Érted? Rajtunk bizonyít, és ott nevezik ki? Hozzáteszem, ebben teljesen igazatok van, mert nyilván az U15-nél nem biztos, hogy mondjam, olyan gyorsan létrejött volna, hogy azt mondták volna, hogy U15, hát szóval nem vették volna alapnak. De az, amit mondtok, az tökéletesen így van. Tehát, hogy a magyar válogatottnál bizonyított, hogy legalábbis először csak ideiglenes edzőként a holland csávó után megállja a helyét, és bent tartja a Hertát ugye a Bundesliga 1-ben, ugye ez volt a tét. Benn is tartotta, ugye nem estek ki, és akkor mondták, hogy hát akkor ez nagyszerű, viszont akkor köszönjük szépen, nem kérjük a szövetségi kapitánykodást. És nincsen valamilyen kibúvó, valamilyen kiskapu, amin mondjuk mégis átmehetem, vagy visszajöhetne appal, hogy nem mondjuk a szabadsága alatt? Vagy hogy valami? Nem mondjuk meg, hogy ő a szövetségi kapitány. Igen, hogy a szabadsága terhe alatt. Nem mutassák, így van, vagy valami felvesz valami más ruhát, vagy más arcot, és akkor... A szemébe fésüli a frufruját, vagy valami, és akkor... Más rizula, igen, megnövezti haját. Nem hiszem, tehát ez nyilván már ennek vége. Mondom itt én azt mondom, hogy nyilván a legtöbben az MLS-t hibáztatják ebben az ügyben, hiszen abszolút függő szereplőként tényleg benne volt ebbe a szerződésbe az, hogy a Hertha bármikor visszahívja, de ugye, mint az előbb felsoroltam, senki nem gondolta azt, hogy mind a válogatottnál, mind a Hertánál ilyen sikeres lesz, vagy fontosabban párhuzamosan ilyen sikeres lesz. Tehát ez hozzáteszem egyébként, hogy volt már a sportág történetében olyan, hogy valaki egy klubcsapatnál is edzősködjön, és egy válogatottnál is. Én amikor ez még kérdés volt, akkor csináltam, írtam egy cikket arról, megnéztem az összes európai válogatottat, 53 tagországa van az UEFA-nak, hogy az ő edzőik most vagy valaha edzősködtek-e, vagy párhuzamosan csináltak-e válogatott szövetségkapitánykodást, mert klubban. És most egy ember van, egy Sargis Hofszepján nevű örmény jó ember. Igazi húzó név. Így van, aki egyébként 2013 óta a Pjunik Jerevánnak, ugye a legjobb örmény csapatnak az edzője, és emellett először az U21-es csapatuknak, az U19-es csapatuknak, tehát a 19 évesek csapatának, majd pedig áprilistól a nagy örmény válogatottnak is most a szövetségkapitány. De mondjuk Gus Hiddink, vagy ugye Roy Hodgson, akik most ugye ugye pontosan a Hiddink az ugye már hollandoktól lemondott egy pár hete, a Hodgson az angoloknak az edzője, de a pályafutásuk során ők ezzel voltak. Ezzel a példával jöttem volna én is. Tehát a PSV-nél volt a Hiddink, hát egy évig meg Ausztráliánál, a Hodgson meg az Internél, meg a Svájcnál. Tehát viszonylag komolyabb csapatok, mind a Hertha, mind a magyar válogatott. Nem lehet, hogy esetleg egy ilyen túsztárgyalás keretén belül mi lefolytatunk egy ilyen adjátok a dárdait, küldjük a Pintért, balfület elküldünk. Igen. De a Pintér nekik nem fontos, tehát hogy valakit a Hertánál kéne elrabolni. És elmegy a Pintér, letárgyaljuk, visszaadják a dárdait, őt megkapják a Pintért, egy ilyen csépharadó, tényleg be a tök magot a másik oldalán, ezért lekasszál nekik egy fél mezőt, és akkor valahogy így tárgyalunk egyet, visszaadják. Nincs erre lehetőség? Sajnos ennél azért a németek racionálisabbak. Na, tehát igen. Nem életem, hogy a Dárdi az majdnem 300 meccset játszott ugye a Hertánál. Ő a klub történeték a legaktívabb ebből a szempontból, legtöbb meccset játszó, Bundesliga meccset játszó játékos. Azt akarod mondani, hogy kiszúrnák? Szerintem egyrészt észrevennék, másrészt meg bárkire nem. Tehát azért nézzük meg, 39 éves, tehát azért olyan edzői múltja nincsen, de olyan játékos múltja van a Hertánál, meg olyan emberi respektje, hogy azt mondják, hogy na csináld, próbáld meg. Nyugtass meg, nem a Mateusz jön, ugye? Tehát megint nem jövözi, mert akkor megint Lothar Matthäus, a megélhetési bűnöző, tudod, aki már minden országban négyszer volt szövetségkapitány. Akkor az aktuális feleségünk. Francia, Polinézia, nem tudom, Barbados, tudod, mindenhol edzősködött, már nagy lóvé volt. Hozná nyolcadik feleséget. Én egyébként ez olyan, a Matthäus egy kicsit nekem olyan, mint a magyar labdarúgás, hogy valaha nagyon fenn volt, és most nagyon lenn van. És hogy a Matthäus, hogy a világ, mondjuk azt, hogy az első 10 legjobb játékosában, szerintem legalábbis, ahogy mondjam, kortól és korszaktól függően, és mégis ilyen ember és ilyen edző. Tehát elképesztő a különbség. De most hagyjuk a Matthäust. Remélem, hogy nem. A Ben Stork nem volt olyan focista, mint a Matthäus. Úgyhogy ő már, hogy mondjam, a renoméját ebből a szempontból nem tudja akkorára annyira visszanyomni. Én remélem, hogy... Ki ez a Ben Stork? Ki hol edzett ez a fiú? Mit tud mutatni? Ugye utánpótlás edző volt, meg a Hertának a pályaedzője volt, amikor a Dárda is ott játszott, tehát ugye tudjuk, Kazasztánban volt sportigazgató, ami én tudom. Kazasztánban volt sportigazgató? Azt hittem, hogy komolyabb. Hát igen, az U8-asok. Igen, illetve őrizte a kecskéket valahol.
Pakisztánban. Hát Kazasztánban sportigazgató. Az jó. Poénnak szántam, ezt egyébként tényleg így volt. Előttünk a kazakoknál csinálta azt, amit most itt csinált papíron. De hogyha most volt a, ugye most nyáron az U20-as VB, ahol mi a két későbbi döntőstől kaptunk ki, a braziloktól, meg a későbbi győztes szerbektől. Az egyiktől úgy, hogy vezettünk, hogy a braziloktól és a 89. percben kaptunk egy gólt, a szerbektől, akik végül világbajnokok lettek, pedig hosszabbításban egy öngóllal. Magyarul a két legjobb csapattal szemben abszolút helytáltunk, és a Stork volt a kapitány, és a tavalyi fedett-vedett U19-es csapatból csinált egy nagyon-nagyon pöpec komoly gárdát. Tehát ugye honnan szedett volna más 20 éves magyar futballistát, ugye? Tehát ugyanazokból kellett, illetve hát abból a korosztályból kellett, és ugye nem váltotta meg a világot. De az biztos, hogy egy csapatjátékban csinálni egy csapatot, hogy úgy mondjam, a hozott anyagból, az nem kis dolog, ezt ő megcsinálta. Most ezzel nem azt mondom, hogy jobb lesz, mint a Pali, és de valóban lehet, hogy csak azt fogja mondani az edzőtáv, vagy az edzéseken, hogy losz-losz, vagy amit ti mondhatok, hogy fogja motiválni. Igen, vagy ez? Tehát azt hiszem, hogy ez lesz a legnehezebb. Weiter, Schweinehund! Így van. Szóval ezeket csak ugye ezt le kell fordítani, ugye nyilván még a magyar játékosoknak, amiket ő kiabál, de ugye ez lesz a legnehezebb. Tehát itt én azt mondom, hogy a Paliba nem is feltétlen a szakmai tudása, bár nyilván azt is kalap előtte, hanem inkább ez az emberi hozzáállása, illetve a játékosokhoz való viszonya volt az, ami szerintem igazán sikeres volt, és ezeket a győzelmeket hozta. Tehát ezeket kéne valahogy pótolnia. Hát igen, és hát azért vannak a magyar futballnak szép statisztikái, gyerekek. Mutass még egy csapatot, aki 30 éve nem kapott ki világbajnokságon. Nem? Szóval, hogy én azért ezt mindig mondom, ezért ezek fontos statisztikák. 30 éve nem volt elvesztett meccsünk világbajnokságon. Mit kaptak az angolok? Mit kaptak a brazilok? Tudnak ilyen statisztikát fel? Nem tudnak. 30 éve nem kaptunk ki világbajnokságon. Hát azért... Andorra meg Aruba meg egy-két olyan, aki soha nem is játszott, az is hasonló a jó érlegebb, de valóban így van. Új statisztikák ezek. Na jó, én hát... Hogy reális, tehát ettől még én, tehát én nem azt mondom, hogy örülök ennek, mert miért örülnék, mert valóban, amit felsoroltatok a közönségtől kezdve a játékos, tényleg mindenki ugye elismerte az Árdait, és elismerte őt és a munkáját, de azért ne várjuk ki a végét, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a Storkkal nem sikerül, inkább így mondom. Minek kell most sikerül, egyébként nem sikerülnie? Mit játszunk most? Vagy mi? De gyerek, én ennyire alapoktól indulok, tehát minek nem kell most, vagy kell éppen sikerülni? Elvés eredetezőkben vagyunk, tehát szeptemberben, októberben játszunk még 4 meccset, és annak alapján ugye, hogy a második, első kettőben leszünk a csoportba, akkor egyeneságon bejutunk a jövő évi franciaországi EB-re, ha pedig harmadikok maradunk, amíg most vagyunk, akkor pedig nem, akkor pótselejtező, tehát akkor a... Igen. Akkor és aztán jön a 30 éve bevált mondat, még matematikai esünk van, már nincs. De készülünk a 2029-es világbajnokságra, és ez mind két évente ez így megy. Sajnos így szokott lenni, csak nem szokott ilyen csavar benne lenni, mint most a Dárdai kapcsán. Igen. Igen. És most miért emlegetik a portugálokat? Meg Cristiano Ronaldo-t a magyar válogatott, a velük hol, vagy mi? Mert a kérdés, az ugye a VB, mert közben, miközben ugye az a VB selejtező 2018-ra. Ja jó, azt ne, az messze, az engedjük el. Addig még visszajött a Mateusz is, tehát ez már addig bármi lett. Most szombaton sorsolták ki Szentpéterváron a VB selejtezőket, amik jövő szeptemberbe kezdődnek. Jó, ne szaladjunk ennyire. Nem megyek előre, de akkor a portugálok is jönnek. Meg a Ferőer megijön, gondolom erre figyelni. Jaj, Istenem, nem megint, basszus, mint azt mondod, hogy megint jönnek a tatárok. Andorra is jön, meg Ferőer is, tehát tényleg komolyan. Megint ott lesz a remény, de majd jön Portugália. Tudod, ez a klasszik 30 éves szindróm. Majdnem kijutunk, de jön egy erősebb csapat, úgyhogy nem megyünk sehova. Na jó. Svájc is, de... A retteget Svájc. Így van, a kőkemény spár. Jól van. Na, hát köszönjük, hogy segítettél nekünk kicsit itt helyre tenni a dolgokat, mert hát van hova fejlődnünk futballban, de szeretjük, ha valaki nálunk sokkal jobban ért ehhez. Még abban kéne segítség, hogy a Jani Tolmásnak a Stork mellé betenni. Mindenképpen. Most Jani jobban tud németül, mint a Stork, tehát nem tudom, hogy lehet, hogy akkor a németről németre kéne fordítania, de szerintem van esélye. Jó lesz. A legfontosabb az a szellemiség. Zsigmond, köszi, vigyázz magadra! Jó, köszönjük szépen! Deák Zsigmondnak, sportújságírónak. Köszi, ciao. Hello. Hát... Na jól van. Hát gyászolunk, gyerekek, gyászol a magyar futball. Nem volt sok örömünk, de most még azt is elvették tőlünk. De rövid volt, de szép. Szemétherta, komolyan mondom.
Persze nyilván benne volt a szerződésben, tehát a németeket ismerve azért nem gondolom, hogy ne tették volna bele, nem? Ezt a kis passzust, amit most az MLS azért így nagyon nem ér, vakarja a fejére, az iskolán, ezek tényleg elvitték arról a téletbe. Hát mondták, tényleg elvitték. Ül ott négy ilyen kinőtt szakos, izzadó 60-as, tudod, a szerződés igen. fölött, és négy arról a téletbe. Hát hol a dárdai? Az iskolán, ezek tényleg elvitték a dárdai, nem, ezek nem lacafacáztak, te hallod? Hallod ezeket tényleg? Hát így van. Na mindegy, hát ahogy egy farmos tápjóbicskén mondanák, az anyuka bíbelődjenek. Ja, megint találunk-e valakit, gyerekek, arra a téredben. Na, ígyunk egy kis vizet. Fél nyolc múlt pontosan 8 perccel. Jó, lehet jelentkezni játékra, ha valaki játszana Óven bácsit Beru nénint, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Háromnegyed nyolc. Van pontosan. Egészség! És igaz, tényleg az van. Kidobja a 100 forintost. No, az a 100 forint, így van. Ne felejtsük el, azért mert szabadságon voltunk, nem dobáljuk ám el a kis százasokat. Te tartottad föl, Laci? A Janit? Nem, mondta, hogy kipróbáltam, hogy búza füleves, hogy valami szörnyű hatással van rá, és mondta, hogy egyszer nem mondta reggel, hogy nála, hogy Baliat többször ki kell rohanom az a búza fülé egy kicsit. Elkezd rohadt búza fülé, mi? Hol jött? Dolgozik. Igen, és alul felül felismerhető volt a bemetés, amikor kijött, akkor is. Elmondani, hogy ne próbálj idegen dolgokat, viszont egy százacskát akkor gyorsan. Gyorsan azért, hogy a régi ízkedvért, George, hagyj halljuk, hogy a kis malac zabálja a kis aprónkat. Ízik a malac. De ugye magunknak ízlaljuk ezt a malacot, nem kávépénzzel. Nem, most már nem. Most azért, hogy kivásároljuk a Palita szerződéséből a Hertánál. Így van. De tényleg, írunk a Hertának egy felháborodott hangvételű levelet, ahol leírjuk, hogy egy seggel csak egy lovat tud megülni. De ez a ló legyen a mi lovunk. És jó? Akkor leülünk és így megírjuk a levelet. Írd, kedves Herta, a kedves ragmacska körmök közé! Idézőjelbe! És fényképezzük be a malacot, hogy bizonyítsuk, hogy van pénz. Igen, megírt a csalgatot. Ein tompor, ein paci. Csücskülte legyünk. Köszönjük szépen az SMS-eket. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket, mi ezért az utakon. Mert hogy, hát igen, elindult. Elindult a hét. Az új M0-áson az M5-ös felé a reptéri kihajtó előtt egy ember sétál, a leállósában nem gyenge. Dóri küldte nekünk. 63-as apa baleset áll a forgalom, üdv Brigi. 3-as út 136-os kilométer Borsod-Ivánkai kereszteződése most rakja ki a 100-ezredes úr a három lábút Miskolc felé. Remélem elveri a jég a fejét. Ezt Norm küldte nekünk. Hát látom, semmi nem változott az egy hét alatt. Rendőr, ember, utas nem lett jó barát. Szőnyeget kell rá teríteni, ahogy az autóknak a motorház tetejére szokták. Kopasz rendőr fejére szőnyeget. Kopasz fejre rendőr fejre szőnyeget? Hát tudod, az autót úgy védte meg a Jani, akkor kopasz fejre. Így van. Régen egyébként volt hangja is a dolognak, hogyha belegondoltak, mert akkor még tányérsapka volt, és azon nagyon jó hangja volt. Azon lehetett hallani, hogy esik. Hallod, esik. Hát igen. 63-as baleset miatt teljes útzár, a mellékutakon kikerülhető, ez pedig Fili küldte nekünk. Köszönjük szépen. Most nem azért mondom, de a Laci vett egy literes tejet. Igen? Ő magába ez még nem lenne annyira izgalmas, hogy mondjuk valamit, ami izgi. Így van. Rádió teljes hallgatóságát érdekel a téma. Jó, most valami, ami érdekel. Ránéztem a címkére, és amellett, hogy meglepődtem azon, hogy még nem járt le a szavatossága, a másik az volt, hogy 0,5%-os zsírtartalma. Bizony, gazdaságos. Srácok, mi a következő? A mínusz 3. Aha, igen, ahogy hívják, a fehérített víz. Hogy iszod és levonja belőled a zsírt. Aha, vagy mínuszos, tényleg. Hát a 0,5, igen, vagy mínuszos. Mínusz 0,8% a zsírtartalma. Nem tudom, hát ez a gondolom, hogy kevés zsír van benne, ez az. De hát nincs is nagyon tej íze, nem? Hát vízzel higítják ilyenkor? Hát hülyébb, nem lettél a szabadságon, hát az már biztos. Ugye? Hallod? Ugye? És még van itt, ahonnan ez jön? Azt, hogy jó felpakoltál. Hát cikot sokat olvastál. Még alá tudok durrantani egyet, kettőt. Hát de nem, gondolom, hogy nem ihat zsírosat, vagy ha vigyáznod kell, akkor ilyen vízezett vackókat iszol a 0,5-ös. De most kiszedik a zsírt, vagy főhigítják vízzel, na? Jó kérdés, hát most itt szakmai alapokon tudok nyilatkozni erről, hát inkább leszedik. Leszedik? Leszedik a fölét. Aha, tehát megvárják, míg fölle van. Aha, így és van. És leveszik. Azt leveszik. És a mondjuk a 3-6-oson, vagy a 2-7-esen, vagy nem tudom milyen kaliberek vannak, ott rajta hagyják? Tehát igen. Ott, igen? Igen. Aha.
Tehát a nyers tejet azt fölözik, és akkor így csökkentik a zsírtartalmát. Aha. Azért fölözött tej. Aha, értjük. Van 3-6-os, 1-5-ös, meg van 2-8-os, meg 2-5-ös, és lőjünk egyet, most meg van. Nem láttam még 0-5-ös. Milyen az íze, szörnyű? Ebből csináltad már a kávémat, Laci, mert ez jó szar. Igen? Akkor ez lehet az. Akkor ez. Vagy csak elszoktam, a gyerek egy hétig olyan finom kávét ittam, ahol voltunk egyébként, Bükkfürdőn, egyszerűen egy sima mezék. Hogy főzik, olyan miből? Finom kávé volt, gyerekek, és ma reggel ez a, hát én nem tudom, olyan kiben finom volt, hogy egy hétig ittad, vagy egy héten keresztül olyan finom kávékat ittál? Minden nap, egy fölvittem a szobába, és minden nap belekortyoltam. Ez a kávé. Nem tudnak ilyet újat főzni. Nem, isteni kávé volt, de tényleg egy sima, egyszerű kis kávéfőzőben olyan kávét csináltak, hogy egyszerűen bepisültem a gyönyörűségbe. Minden reggel a reggel után kiültem, és megittam a kis kávémat, és az egy szeánsz volt. Na most ez a fekete... A tiszta boxert megint bebrúgyáltam. Becsurantottam. Ez a fekete zacizű valami, egyébként nem a Laci tehet róla, tehát nem a, meg nem is a 0,5-ös tej, hanem egyszerűen ez szörnyű. Na üssed, mert a kávét a Jani hozta. Szörnyű. Na. Ez egy bűncselekmény, amit elkövetünk magunkkal, minden, magunkkal szemben minden reggel, amit mi itt kávé nevén, vagy kávé gyanánt, vagy iszunk. Érted? Tehát, hogy kellene már egy normális gép, nyugi, ez nem nektek szól. Kellene már egy normális kávégép. Norma, egy aha, jól működő... De így egy nagyon jó. Kávégép. Uh-huh. Üllői út 102. Itt vagyunk. Szívesen várjuk. Örül. Megháláljuk. Jót mondunk. De nem, tényleg, most tegyük félre a tréfát, valaki küldje már egy normális kávét. Jó, tehát én értem, most egy jó pofáskodunk, nyomjuk a persze. Félreértették valami a félozgatást. Tehát ha nem ment át az üzenet, ha nem értett, nem volt vegytiszta a dolog, jó? Valaki, aki kávégépekkel fog, egy normális kávé, most ennyi sajnáltok tőlünk. Most kapszulásat akarsz? Nem, a személygyár. Nem. Nem, van abban is jó. Nagyon jó már, ha vannak jók a kapszulásban. Én nagy kávérajongó vagyok, a kapszulásban is már tudsz olyat venni, finomat iszol belőle, tényleg. Ne ítéljük el a kapszulást. Jó, hát jó, már otthon is kapszulás kopilóakot iszik, érted? Igen, de hogy tényleg, tehát én ne legyetek kávé. Én ezt le annak idén volt az egyik munkahelyemet. És még a második is jó volt belőle. Nem szeretem a kávégépirigy embereket. Nem. Kifejezetten. Nem? Ha neked van, legyen nekünk is. Kifejezetten irritál az, aki kávégépirigy. Így van. Ne legyetek azok. Jó? Csak nekem ma másnak ne legyen. De hogy lehet így élni? Ez bűncselekmény. Ott meg mással is. Így van. Egyébként ti vagytok a spúrok, mert évek óta mondom, hogy dobjunk már össze egy normális kávégépre. Aha. Hogy ne kelljen kérni. Persze, addig kérünk. De hogy de vegyünk már magunknak egy... De magunktól ne sajnáljuk. Hát az ember ne legyen a nem magától sajnáljuk, hanem... Tőlem. De beleadok. De mondjátok meg, hogy mennyi volt, és odaadom az egy ötödét, egy negyed, egy, ma mennyibe kerül nekem, mindegy. De hát ez, amit most, ma reggel iszom, hát ez az egy hét után, ez... Hát ez komolyan mondom, kikéri magamnak a vastagbet. Fölszólt, hogy kis gazdám. Hát mit csináljak ezzel, kis gazdám? De érzed, amikor odáig jut, akkor így visszahököl? Igen, visszaszól, hogy mi ez? Mi ez az accos víz, amit most iszom? De lehet a 0,5-ös miatt van, egyébként nem tudom. Te elkezd távolodni tőle a vastagbelet fala? Orra húzol. Összeért a patkóbélem. Fölsírt a patkóbelem. Érted? Nem, mert ezt nem írom meginni annyira. De az, egyébként ugye milyen fura, hogy iszod egy évig, és nem jössz rá, hogy rosszat iszol, csak amikor jobbat iszol, jössz rá, hogy ez bűncselekmény, amit elkövettek ellenem minden reggel, hogy ezt megfőzitek nekem. Hogy értitek. Hogy kapja a kávét, érted? És még így sem. Még egyszer mondom, nem kell, hogy küldjetek, csak örülünk neki. De ha nem kapunk, akkor vegyünk egyet, hát ne sajnálj, vegyünk. Meddig várjunk a kapással? Egy hetet még várjunk. És aztán vegyünk. Én meghitelezem, elmegyek, megveszem. Értem, de még az a mérhetetlen szeretet sem változtatja mézízű ambróziává ezt a retek kávét, amivel a Laci megcsinálja nekem? Nem, ez nem mézízű ambrózia, ez valami egészen más. Na mindegy. Játszunk gyorsan egyet. Jó, Ben bácsival, Beru nénivel, már itt is van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Józsi! Hello, Józsi! Honnan hívtál minket? Debrecen mellől, Bocskai kertből. Bocskai kert, Debrecen mellől. Igen. Jól van, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, okay. Figyelj! Már Morning Show-t hallgatnak? Nem, jó, nem baj, az hallgatja. És oda csak most ért az adás, ugye, késve? Igen. Ó, egy patakban vannak.
Patakban vannak. Egy jó. Pisztrángos a Tatuinon. Pisztrángoznak, igen. Na figyelj, ez egy sorozat lesz, nagyon könnyű, úgyhogy rövid részletet mutatunk. Nagyon híres sorozat, figyelj. No, Istenem. Az, 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 van. Van. Az bizony, az bizony. Nagyon jó. Night Rider. Az a zene. Elsegelet senki a Red Hot Chili Peppers. Őrös Mákas, őrzeki. Az. Gyerekek. De egyébként nem volt rossz. Hát de. De vicces volt. Vicces volt, jó volt, szerettük. Jó van, hát hétfő van, visszajöttünk a nyaralásba, Józsi, egy ilyen kis... Ja, egy ilyen kis könnyű kis feladványal indultunk. Jó, úgyhogy van egy szép ajándékcsomagod. Örülsz? Igen, örülök, köszönöm szépen. Főleg a család itt, a kisebbik lányom is itt van. Na, ő szeretett volna ajándékcsomagot nyerni tényleg? Hát szeretett volna, igen. Csak most már egy kicsit szomorú, mert most vettük észre, hogy a tengelén maradt, mert megdeglött. Fie, nem az anyja! Oh, nem, fordítva nem fogod áll. A telefont, vagy nem hallunk, vagy nem? Nem hal. Na most megfordítottad, jó? Nem hal, tengeri. A tengelén maradt, megdöglött, egy kicsit szomorú, de most lehet. De mi, ráléptetek? Nem, nem léptük, de fotiztunk vele, persze. De. Nem áll. Hát már öreg volt. Öreg volt. Aj, szegény. Meddig él egy tengeri malac? Amíg meg nem hal. Hát. Igen. A tietek mennyi? 4 éves volt. Négy éves hát volt. Akkor ő még sieder volt. Sieder malac. József, figyelj, azért köszönünk el tőled, mert semmit nem hallunk belőled. És ez... Igen? Igen. Mi még fülesen keresztül hallunk, így valamennyit egy átlagos hallgatónk, aki kocsiban hallgat, az már veri a rádióját, hogy jó, rendben szörnyű. Van. Okay. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi. Hello. Ciao. Hello. Hello. Tengeri malac. Piggy on the sea. De hogy mondtad, pig on the sea? Tehát on the sea? Tehát on the sea? Láttam. Discovery. Így mondták, idegenül. Az a rohadt franciád még mindig nagyon jó. Pig on the sea? Jó, tengeri malac. Pig on the sea? Komszi, komszá? 3 perc van pontosan, 8 óra várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ja, itt már nincs a pezsgőtabletta, gyerekek. Én még úgy mentem el Szabira, és várom, hogy mitől pörgünk, de már nincsen. Jó reggelt kívánunk, 8 óra, amúgy 8 perccel. De most mi? Csalódást okoztunk? Hogy mi van? Hát, hát ők hirdettek, itt voltak, drágák voltak, csak aztán elmentek. Reméljük jönnek, még csak megszoktam, ugye, hogy még itt várhatok pár másodpercet, nyerhetek egyet ebből a nagyon finom kávéból, és leöblíthetem egy langyos kis ásványvízzel, de nem, mert hogy már nem nincs már. De akkor most, úgyhogy jönnünk kell azonnal. Most mitől pörgünk? Már most én ettől a zattól. Ettől a 05 és tejjel megáldott fekete zaccos, nem tudom milyen létől, amit a Laci kávénak álcáz. Itt nekünk minden reggel. De milyen jó, látod? Hát így működik az ember, hogy amíg nem kapsz jobbat, jó az, amit van. Az ember egója mindig akkor kezd el mocorolni, amikor látod, vagy megkapod a jobbat, és akkor már nem jó, ami van. Te is ugye? Mi a francnak jársz nyaralni, mi? A fenének megy el az ember egy belföldi szállodába pár napra, jó a kávé, hogy utána aztán ne ízleljen neki az, amit itt kap. Hogy mondod azt, hogy így, jó, ne ízleljen. Vannak szavak, amiket nem tudsz ragozni. Igen. Tehát hogy mondod, hogy azért mész hogy utána, hogy ne ízleljen, vagy ne... Ne ízeljen. Ne ízeljen. Ne ízlik... Kelljen. Hogy aztán ne ízlik eljen az a kávé, amit itt kapsz. Ragozhatatlan. Neked ízlik, amit iszunk? Tessék? Nem. Az viszont sokkal jobban ízlikelt, amit... De azt meg tudom, hogy az sokkal jobban ízlett. Az jó. De azért megyek, nem azért megyek szállodába, hogy utána az itteni kávé ne... Ízleljen. Ne legyen finom. Ne legyen annyira jó. Ne legyen annyira jó, igen. Na jól van. Azt mondja, hogy... Én is visszajöttem Szabiról, téma voltatok a strandon. Hey. Na! Ó, és mit mondtatok? Pozitív vagy negatív értelemben? Nem, hogy valaki füstöt fújt rájuk a strandon, nem tudom, és emiatt mi téma voltunk. Azt mondja, hogy a kis családom kiment a strandra már reggel 9-kor, kiválaszt a legjobb helyet a pihenéshez, eltelik egy óra, gyülekezik a strand, mellettünk majd egyszer csak azt veszed észre, hogy a friss levegő helyett dohány füstöt fújnak rád, ilyenkor mi a teendő, kérdezi valaki. Uh-huh. Hát arrébb kell egy kicsit költözni. Hát arrébb kell egy kicsit költözni. A gyereket, a feleséget mégsem lássák, hogy hívják apa, szóváltásba keveredik valakivel, és akkor így...
Meg hát ugye ezek az a kétesies esetek, tehát nem lehet tudni, hogy mennyire építi a presztist, hogyha apát reggel 9-kor leütik a strandon egy sörös üveggel. Tehát, hogy... Ja, mert hogy iszik is a dohányos, mi? Azt mondja, gyerekek, nem hiszitek el, mi történt, már nem én mondom, hanem írja egy hallgató. Önkéntes rendőrt én még nem láttam ilyet. Mentem munkába M5-ös után M0-ás, bejön elém egy kis autó, elkezd elakadás jelzőzni, és a kezét forgatni, hogy felkapcsoljam a lámpám. Tudom, fel kell, de nem érdekel, fényes nappal van, utána még egyszer megcsinálja ugyanezt, elmegyek mellette, akkor mutogatja és villog. Ilyen... Én még nem láttam. Mi köze van hozzá? Fontoskodó majom. Remélem beolvassátok, és titeket hallgat magára is, mert elbeszélgetnék vele. Az M0-áson kell lámpa? Kell, bizony, lakott területen kívül Magyarországon kell. Tehát ő tulajdonképpen jót tett veled, mert ha a rendőr megállít, hogy... Itt az M0-ás mellett laknak. Aha. Tudod mit? Tényleg egy paraszt volt. Tényleg az volt. Hát lakott terület nem, hát ott azért mi ott egy csomó ház van az M0-ás mellett. Hát akkor az lakott területen kívül van már a nullás, igen? Lámpát kéne kapcsolni. Bizony, mindig, ha még fényes nappal is. Nem lehet, hogy nem önkéntes rendőr volt, hanem igazi rendőr volt, csak szolgálatba helyezte magát. És civil autóval volt. És mit akartad? Az is Béri, akkor mit kell csinálni? Kicsit lassít és fölrakja a tányérsapkát. Ja, az már nincs. De fölrakja, igen, fölrakja a tányérsapkát. Előregészséget, egészségügyi csomagot, izzókényszeret, bemutatásra elővenni. Átnézem a másikon, és itt tiszteleg valaki. Azt olvasod le a szájára, hogy jó napot kívánok. Előregészséget, igen. Na, ha Magyarországra jössz, tiszteletbe kell tartanod a kultúránkat, és nem viheted el a palit. Így van. Így van nekünk valaki SMS-ben. Így van, jut ezzel, nem is kell németül mondani, megírni, hiszen tudjuk, hogy... Igen, nagyon fontos, hogy jöjjön még közlekedési, mert egy kicsit kevesebb van, de lehet, hogy minden rendben van, vagy mindenki szabin van, és senki nem közlekedik. A 63-ason minden esetre van egy baleset, ami a teljes utcán van, a mellékutakon ez kerülhető. Az új M0-áson az M5-ös felé a reptéri kihajtó előtt egy ember sétál a leállósában, vigyázzatok, és 3-as út 136-os kilométerénél ott is történt egy baleset, úgyhogy mindenki menjen óvatosan, jó? És vigyázzatok egymással, nehogy baj legyen. Mit néztek? Az úriemberek a pólóját néztem, vagy az ingét néztem a televízióban, van egy volt televíziós, akit hirtelen nem ismertem föl, mert de ott van hát az eredeti arca miatt. A régi alatt, csak azt láttam, hogy tüntet valaki mellett, de aztán láttam, hogy ő Klausmann Viktor. Igen. Igen, az új élesztésről beszélgetem. Igen. Aha, igen. A Ripple-em, hogy a Ripple állítok valakinek megmentette most az életét, de volt valami ilyen. Igen. De jól hangzik. És miért ül ilyen távol a Klausmann? Mert nem lehet odaülni. Fél, hogy rajta mutatja meg. Nem, a Klausmann ül távol a Rippeltől, mert bármikor tudja, hogy Rippel bármilyen beszélgetés, lehet, hogy csak fölmegy kézenállásba. Fölkapaszkodik a stúdiólámpákra, bemutat egy angol spárgát, és tarzanként átugrik a másik lámpára. A Rippel kiszámítottam. Azért veszélyes dolog bemenni egy reggeli műsorban a Rippellel együtt, mert értelen azt érzed, hogy jaj, valami át nyomni rettenetesen befel a fejedet a testedbe, és kiderül, hogy kézzel áll rajta. Igen, a Rippel vigyázni kell. Képzeljétek, megint betojt az autóm, gyerekek, és most már komolyan mondom, ki vagyok. Nem mondom. De ez már nem az az autó, ez egy másik ez autó. Ez egy másik autó, ugyanaz a márka, és a lényeg, hogy olyat írt ki, amivel most engem ijeszgetnek, és hát nyilván sokkal jobban értenek az autók az hallgatóink, csak egy fél mondat, mielőtt belevágnánk a 8 órás témánk, hogy írjátok meg, hogy valójában ennyire horror, és mi meg kiírta, hogy betojt a részecske szűrőn. Az nagyon. Na, reggel, már azt írta ki, hogy mert már ő se tudja, hogy mi a... Azt írja, várjál, kisgazdám, gondolkodom. Aha. Részecske szűrő. Nincs annál rosszabb, amikor jöttök az M1-esen, 2 darab gyerekkel 36 fokba, a kocsi letilt. És meg is állt. Persze, brutál kamion a fenekedbe, kihúzok a leállósába, vészvillogózok, és az utolsó 30 kilométert... Még szerencsé, hogy a vészvillogó legalább működik. Az utolsó 30 kilométert 30 kilométer per órás sebességgel tudtam megtenni, úgyhogy az emelkedőn, ott Herceghalomnál az M1-esen már szinte kiszálltam tolni az autót. És tolatva. Tolatva, mindenki ledudál, mindenki levillog, nyomorultul érzed magad, és az autó nem engedte fullgáznál se, hogy 40-nél tovább gyorsuljál, és az emelkedőn ilyen 22 kilométer per órára estem vissza, ami azt jelentette, hogy ilyen brutál, 8-tengelyes, nyerges, platós, vontatós, nem tudom, vonóorgos autók úgy mentek emelletted, tudod, amíg húztam mennek az emelkedőn, hogy te álló autónak tűntél. Ne nőleződjél, köcsögök. 2 darab gyerekkel a 40 fokba, hát éltetek már át szörnyűséget, és kiderült, hogy ez a részecske szűrő ezt írta ki nekem. Másfélről a gondolkodás után, mert az első üzenet az volt, hogy just minute please.
Ő sem tudta már, hogy mit írjon ki, hogy ez most... Na, ez most miért? Ez 500 ezer. Micsoda? 500 ezer lesz. Kinek? Neked. Hát annyiban most nem kerül az autómban járok. Apám, ennyi. Most egy olyan autóval járok, hogy annyiban nincs az egész. 500 ezer egy részecske szűrő. Angol talicskához drága az ajándék, ja, majd meglátod. Vagy drága az alkatrész, az 3, a beszerelés 2. Ez azért 50. van, hogyha te gyalogos vagy. Igen. Akkor te ne szívd be azt, amit én kibocsátok, tehát kvázi én ezt neked megszűröm? Hogy ne menjen tehát, akár... Tehát, hogy fizessék a gyalogosok ezt neked? Nem arra gondolok, hanem, tehát egyrészt akkor, ugye tudjuk, hogy ez... Tehát adjatok bele. Nem, de hogy ez azért van, hogy megszűri azokat, gondolom ezeket a kis káros kis szemcséket, ami kimegy ugye a kipufogóból, és ez nekem eldugult. Aha. Na most az autó nem megy. Ez nem jó kivenni, mert akkor te egy gyalogosként ugye megfulladsz. De hogy ez ilyen drága? Hm? Ez nagyon. Részecske szűrő, biztos ezt írta? Azt írtak, hogy részecske szűrő. Nem részecske gyorsító. Részecske szűrő. Konkrétan, amikor mentünk nyaralni, akkor is meghalt, akkor a 160-as kilométernél halt meg az autó. Na most azt a program, amit lefuttasz, hogy két gyerekkel Mosonmagyaróvár után a leállósába álló autóval, te hogy oldod meg egyébként, hogy segítséget hívjál, azért ez egy külön sztori, hogy se előtte, se utána senki, stoppolni nem tudsz, mert senki nem áll meg. Mire barátot hívsz Pestről azóta nem, de már elterveztem, hogy levonultatom a családot a leállósávból, mert én félek a leállósávban, tehát nem jó. Kiültetem őket a fűre, aha, és addig gurultam üresbe az autóval, aminek már nem járt a motorja, amíg nem találtam egy ilyen árnyékos kis töltésrészt, ahol le tudom ültetni a családot, hogy majd ők addig leülnek az autóval, vagy ha leülnek, ugye, hogy ne a leállósávba álljunk, mert valami hülye jobbról előz, akkor végen van. Vagy ez mi? Csak mindig legyen ott a Viki mellett a két gyerek, jó, hogy nehogy félreértsék a szituációt. Látják egy pár méterrel arrébb látják a nagyon drága autóban a bikát. Az vagyok, ahogy figyeli az apa bikát. Tudod. Persze, és ránéznek a Benire, és azt mondják, hogy már ilyen fiatal a csajozik. Nem hiszem már. Nézd már, gyerekeket is fogadnak ezek a lányok. Hát milyen lányok ezek? Nem, elhatároztam, hogy kiültetem őket, mert van nekem mindig egy ilyen kockás kis plédem. Tehát mintha ugye, csak piknikeznétek, mint, ugye? Nincs baj. Mint egy majárison lennénk, ugye, hogy kiültetem a családot a leállósába, egy árnyékos kis... Ja, hogy ne égél annyira. Én mindenképpen hát, égek. Fiú, én mindenképpen égek. A fél M1-es elment mellettem úgy, hogy vészvillogoztam az izzadó meg autóban. Meg itt lerohadt, piknikezünk, bunkókám. Mi van? Ilyen gyerek, ott állok meg, ahol akarom. Gyorsan kockás plédet, fedeles kosara! Mi itt lerohadt, anyán lerohadt, mi mindig így nyaralunk, tudod? Anyán, dinnyét! Linket a dinnyét! Dinnyét, szendvicsokat, szalámit! Ne sírj, Beri, ne sírj! Semmi gond! Nincs oka pánikra. Na most ugye a lerobanásnak... Mi a lila ruhát, a lila ruhát! Nem, azért messze nem akarom őket kérdeni. A lerobanásnak az a pszichológiája, hogy hirtelen az autó leáll. Ugye mi történik? Hátul ül a te feleséged, aki megijed ezen a szituáció, mert látja, hogy már ti meghaltok, ugye? Mert... Így, köszönöm, jól hozott ezt mondja. Mire a gyerek elkezd sírni, mert megijed, mert látja, hogy az anyja is megijed. Erre, ha 6 éves sír, akkor elkezd az újszülött is sírni. Te ott ülsz izzadva elől, próbálod kezelni a helyzetet, hátul a feleséged ordít, hogy meghalunk. A gyerek az sír, mert a feleséged ordít, és mész a pusztaságba. És annyira magányos vagy, és annyira hirtelen egyedül vagy, eltűnnek a barátaid, és mindenféle védőháló. Nem tudtam, hogy oldom meg. Nem tudtam, hogy fogom megoldani, de az autó új életet lehet magába. Az olyan volt, amit Han Solo, amikor elkezd könyörögni az 1000 éves sólyom. Te is kiabáltál fénysebességre. Hogy ne hagyj cserben. Tehát ti beszéltek az autótokhoz? Nem? Hát nézd. Én mindennek fogadtam neki, hogy boldogát teszem, szája, minden megfogadtam neki. És elindult. És most kiírja, hogy részecske szűrő. Az a baj, aha, hogy nekünk be kell melegednie nagyon a kijelzőnek ahhoz, hogy feljöjjön rá egy hiba üzenet, mert annyira nem szokott ez egy japán autó. Mondjuk nem használjátok. Idő kell hozzá, amíg feljön, meg előjön. És én ezt most kiveszem, és átmosom egy körömkefével, egy kis VD40-nél a segély. Nagyon jó, csináld meg, mert akkor úgy lesz, hogyha te veszed ki, hogy az előtte utána alkatrészt is kell cserélned. De ha befekszem alá is ki, ez nem segít? Egyből csere? Hát, egyből 100 000, ez így van? Szerintem igen. Igen? Hát több 100 000. Honnan tudod, te autódban nincs is? Mert tudom, hogy ez a bizonyos márka szerviz belőled ér, és azért nem. Nyilván van a költségeik, befizetik az összes járulék. Nem járok márka szerviz. Na mindegy, valaki írja meg, hogy mi ez a részecske szűrő, és mit kell vele csinálni. Hát ki lehet tisztítani, nem kell egyből cserélni. Hogy bontótok van-e? A tiédnek kell, szerintem. Bontóból beszerezhető. És hol, most hol rohadt le? Hány kilométernél?
Pest felé. 10 perc ezt a sztorit mesél. De nem az, és az a végén úgy adott meg a kenyeremdöfést, hogy és mit volt rossz? Mit volt rossz, hol rohadt le? Kérdés, melyik haverod a történet? M1-es. M1, de hány? 160-as kilométer odafelé és a 40-es kilométer hazafelé. Figyelj, aha. Mert akkor azt tudtam volna tanácsolni, hogyha nem lenne ilyen durva mondjuk a kettő között, mert ugye ez csak ilyen 140 meg 120, akkor azt mondtam volna, hogy mindig próbálj meg olyan úticélt választani, hogy kalkuláld bele, hogy mennyivel hamarabb romlik el. Érted? De az a baj, hogy most már mínuszban lennél. Nem tudod te milyen az, mikor két síró gyerekkel és a feleség, és a pánikbe esett feleségedre próbálsz egy üresben guruló 2,5 tonnás autót lehúzódni a rálósába. Nem tudod te, hát nem tudod te, milyen magányos vagy akkor. Most ezzel könnyen humorizálsz. És odafelé is részecske, meg visszafelé is? Igen, hát nem javult, meg nem voltam szervizbe ott a nyaralás alatt, csak leállítottam a kocsit. Jó, hát... Aha, mindegy ez van. Mindegy ez van. Hát tényleg azt tudom tanácsolni, hogy ahol azt olvasod, hogy Made in England, ott akkor ne, ott ne költsél pénzt, ahol Made in Japan. Ott le. Na, egy érdekes tényt állapítottak meg a brit tudósok, amíg szabadságon voltunk. Végre. És brit tudósokkal már régen foglalkoztunk, de ők azt mondják, hogy ha Angliában élnénk, akkor 1-30 az esélye annak, hogy már szexeltél rokonnal. Oh. Azért hát ez most... ízlegesük picit. Aha. Ugyanis azt mondta, nyilván nem arról van szó, hogy hajlamosak az angolok a vérfertőzésre, hanem azt mondják, hogy alapvetően a genetikáról szól a dolog. A brit tudósok megvizsgálták a Szigetország génkészletét, és arra a következtetésre jutottak, hogy minden 300 emberből valójában van rokonunk, tehát minden 300 emberből egy legalább a rokonunk, ha Nagy-Britániában élünk, azaz minden 300 idegenből, akikkel naponta összefutunk, egyről kiderülhet, hogy valamilyen rokoni kapcsolatban áll velünk. Ezt egyébként brit tudósok állapították meg, és kiszámolták, hogy ha az életedben van X sex partner, akkor előfordulhat az, hogy te egyébként... Durván minden harmadik unokatesó? Durván, igen, harmadik vagy a tizedik az a te rokonod, és akkor te akarva akaratlanul, úgyhogy nem is tudsz róla, tulajdonképpen a saját rokonoddal követtél el szexuális kapcsolatot. Tehát ha 300 angollal lefekszel, akkor egy biztos, hogy rokon van benne. Akkor biztos, hogy, ha, a, hogy valaki a rokonod volt. Így van. Hú. Izgalmasan hangzik. Azon gondolkozol, hogy ki lehetett az. Ne, most nem ott élünk. Náluk ez lehet, hogy 50%. De futtassuk le az itthoni rokonságot. Hát... Nem mondd, hogy nem gondolkoztál el azon. Vagy nem volt olyan pillanat, amikor elkeseredtél, hogy megtudtad, hogy a családodból ő is rokon. Mert egyébként örültél volna neki, ha nem. Nem volt ilyen? Aha. Egy unokanővér, egy unokatestvér, egy nagybácsi. Nem, én olyat tudtam meg, hogy már utána volt. És a... Olyat volt olyan, aki utána, igen? Nem. Mondjuk nálam nagy az esélye, mert ugye anyám még 80, apám még 90 voltak testvérek, tehát ott azért egy nagyobb szórás van, és elég szaporú családok voltak, tehát hogy nagyon sokan vagyunk rokonok, és nem mindenkivel tartjuk a kapcsolatot. De tudatosan vagy kényszerűen? Nem, tudatosan. Tudatosan. Neked el kéne menni rovastóba. Ha jövőre is egy kukorica lesz, nem győztünk. Nem. Még kellene ketten? Te akkor vagy veszélybe a Törökországba, vagy nem? Meglátod a tekirdágtáblát. Rodostóba, te nem menjél Rodostóba, Feri, mert te ott vérfertőzés követsz. Ott valami lepárlott rokonod biztos, hogy biztos. Hogy az öreg mennyire volt kint aktív? Van az öreg? Hát információ? Azt tudjuk, Kelemen hogy széklábakat faragott. Aha. Kérdés, hogy mire használta. Igen. Kérdés, hogy mit csinálta. Lehet, hogy nem tudom. Igen, szívesül volt egy sánta hölgynek. De hogy van a matek? Tehát, hogyha 300 nő, akkor 1-30-hoz, tehát a 10 szexpartnerrel nézzük, akkor az 1-30-hoz az esélye, mert ha... Mindenkinek van a 300-ból legalább egy rokona, de ugye kevesen jutnak el addig, hogy 300 partnerük legyen az életben, és akkor ez az 1-30-hoz viszonyítás. Hogy aki viszont eljutott, az megcsinálta valamelyik rokon. És hogy lehet ez ellen védekezni? Mert hát ugye ez nem egy normális dolog, hogy előtte családi fotókat nézegettek? Hát ha valaki vagy ismerős, például... és ez... És ez ő az. És ő talán egy picit. Vagy elkezdett kérdezni a jövendőbeli partneredet azokról a jegyekről, amik a családodban megvannak. Tehát, ha apád korán kopaszodott, akkor megkérdezett, hogy nálad hogy áll a szörnyű. Gyanús, nagyon gyanús vagy. Kérdezi valaki, hogy a feleség rokonnak számít. De a feleség nem rokon. Nem. Nem. Hát nem. A feleség nem rokona. A rokon az, aki vér szerint. Igen. Ugye? Igen. Tulajdonképpen, aki vér szerint. Tehát ez elviekben azt jelenti, hogy akkor a rokonaid, a vér szerinti rokonaid feleségével viszont... Hát nem, a vér szerinti rokonod felesége, ő van idegen számodra. Így van, tessék. Na, végre kibúvó. Meg is vagyok.
Megkönnyebbültél, mi? Megkönnyebbültél. Nem, hát itt arról van szó, hogy van egy unokatesód, aki mondjuk jól néz ki, vagy van valaki, aki szegről végről valahogy rokon, és hogy az angolok egyébként ugye nyilván nem tudják, de hogy együtt vannak a rokonukkal, tehát nem, ha nem is vérfertőzés követnek el, de hát legalábbis rokonok. Nektek a családban soha nem volt senki, aki ilyen kicsit megsajnáltátok, hogy... Nálatok a családban soha nem volt egy kis vérfertőzés. Ti sem vagytok már a régiek, visszajöttek egy-két szabadságra, és nem tudtok elmondani egy normális vérfertőzést. Hát komolyan mondom, kikérem magam. Mi történt veletek az egy hét alatt? Napozás, meg hekkezés, nem tudom, sehol egy vérfertőzés sztori. Hát nem is éltetek igazán. Hanyadik fokig számít vérfertőzésnek? Tehát ha mondjuk ötödik fokú unokatestvéred, akkor az már ott mehet, nem? Vagy nem? Ön igazolsz, Feri, ön igazol? Próbálok keresni. De miért most beugrott valaki? A régmúlt szép időkből. Hát, szerintem mindenképpen aggályos. Aha. Tehát ha mi nagyszüleink testvérek azzal, akivel, akkor én hanyadik milyen unokatestvója vagyok? Még egyszer? Tehát az én nagymamám, meg mondjuk a lánynak a nagymamája testvérek voltak, akkor mi vagyunk más harmadfokú unokatestvók, vagy hogy? És az másod unokatestvés. Az még másod? Szerintem. Igen. Hát ott, ott nem erőltetném. Hát most szólsz. Volt ilyen vonalad egyébként, tényleg? De, hogy nem. Hogy lenne? Na, azt hittem, hogy ott valami nem tudom. Tudom, falun, a kecskék és a perce. Nem csak arra gondolok, hogy át esetleg beleszaladtál valamiben. Ha csak nem akarod, hogy majd így köszönjél el a gyerek, hogy nyönyi. Nem, most ha hangsúlyozom azért, hogy a rokoni kapcsolatról beszélünk, nem a vérfertőzésről. Ja, jobb, bocsánat. Tehát ide a rokoni kapcsolatot kell ebben meglátni. Na mindegy, jó, nem akarom ezt tovább pörgetni, csak maga a kutatás érdekes volt, hogy az ember eljátszik a gondolattal, hogy azért ott a családtag vagy rokon az, akivel te tulajdonképpen együtt vagy voltál esetleg. Betegek ezek a brittek. Nálunk nincsenek ilyen anomáliák szerintem. Nincs. Ez egy normális ország. Meg kell nézni a rokonságot, hogy mozdulatok alapján, hajszín alapján ki az, aki gyanús. Lehet-e családi fotókat megnézegetni, hogy ki az, aki gyanúsnak számít? Vagy hasonlít rád tulajdonságban, külsőleg, belsőleg? És akkor ő biztos, hogy rokon. Néha egyébként zavarbejtő dolgokat talál az ember az interneten. Tehát én most az utóbbi két hétben két olyan fotót láttam, amiknek a megnézés után elbizonytalanodtam, hogy azon a képen lehet, hogy én vagyok. Mi volt? Jason Statham? Ki volt? Ki? Mit néztél? A szállító? Figyeljetek. Tényleg, most komolyan mondom, most valamelyik nap láttam, hogy szerintem át is küldi, mondjuk megkérem, hogy majd küldj át a képet. Egy srác volt, éppen valami, nem tudom, valami karitatív tevékenységet végzett, akár még én is lehettem volna, de nem én voltam. Ott állt, háttal állt nekem, de a haj, a szakál, a karja, a pólója, a nadrágja, a sapkája. De hogy látod, egy az egyben, nem hát háttal állt. Hát, a képen állt háttal? Olyankor nem vakulok meg, amikor valaki háttal áll nekem, csak nem látom az arcát. De mondod, hogy a szakál az arca, de háttal állt. Fél oldalasan lehetett látni, akkor és nem egy az egyben... Fél háttal állt nekem a srác. Jó, hát csak hogy érted, hát pontosan. Hát nem is kedvél, ha persze aztán, hogy valaki megírja, hogy megkikérem magam, nem is háttal állt, csak fél háttal. Mondom, hogy azért nézzük meg pontosan, mesél a sztori. Fél oldalasan állt a srác, és így ránéztem a képre, és egy az egybe, de még Mónit is megtévesztette. Tényleg. Megcsókolta, és Hihetetlenül. Hát emlékeztek arra a szegedi fiúra, aki a vöröshajú kislányával nyerte az autót évekkel ezelőtt? Igen. Nem. Oké, majd mindjárt befogom a képet, mert itt van a falon. Ja, nálunk. Akkor igen. Nálunk. Az tök úgy nézett ki az a fiú, így mint van. A Jani. Na. De nem szexelt vele. Hát azt nem tudhatjuk, hogy mi történt a Ford mögött. Pedig az csak olyan lett volna, mintha egy tükörre feküdni. Na mindegy, jó. Oké, nem, ebben nincs igazából több, csak érdekes volt maga a kutatás, de nem akarjuk ezt most olyan irányba elvinni, hogy most melyik rokoron tetszik, vagy kivel tehetnéd, ha nem lennének törvények, de nem akarunk ennyit csavarni. No, csak érdekes volt maga. És ha kiderülne, akkor elválnál? Kitől? Jó, még ez egy első nap, hát föl kell bennünk a ritmus. Hát valakitől derül neki. Hogy kitől derül neki, hogy együtt vagy? Igen. Hogy a viki rokon? Igen. Kiderülne, hogy távoli rokon. Akkor most mit csinálsz? Elválsz? Most derül ki, van két gyereketek, életetek együtt, hosszú, eltöltött évek. Na, akkor most mit mondasz? Mennyire rokon? Hát, mit? Harmadunok a testvéred. Na. Nem. Nem. Csak hallgatok róla. Hát nem, hát nehogy válok el. Hát most már megtörtént a dolog, hát nem válnék el, nem? Hát most, ha kiderülne, hogy a hugom... Oh.
Az, más... az egy picit keményebb lenne. De az képest egészségesek a gyerekek. Tehát nem válsz el. Ahhoz nem, képest vagy egészségesek a gyerekek. Nem, úgy értem, hogy a szituációhoz képest egészségesek. Tehát ha azért a húgom lenne, akkor azért ott némi beszédhiba, vagy valami kis olvasási zavar, vagy bármi, azért úgy kellene, hogy legyen. Vagy nem tudná két kézzel elkapni a labdát, tehát hogy valami lenne. De nincs, tehát hogy valószínűleg nem a húgom egyébként. Miért te igen? Tehát ha kiderülne, hogy béka a nővéred, vagy a... Hát inkább a húgom, de... Hát nem, hova válsz már? Hát nem válsz el, ugye, hogy nem válsz el. Hát ez régen azért ez egy szinte megszokott dolog volt. Hát főleg ugye a nemesi családokban. Hát, is. Igen. Mindenki tudja, hogy belterjesek voltak. Tehát, hogyha megnézel néhány, mit tudom én, ilyen kékvérű, komolyabb nemesi családnak a sarjait, így fotókon például hát összegyűnek ilyen család, akkor azért látszik, hogy egy-két hát fura hallokot, fura szemöldököt. Szár, igen, egy picit mindenki hasonlít mindenkire, és egy picit mindenki látszik valami kis furaság. De miért azt nem vettétek egyébként észre, hogy... Uraság, uraság. Azt nem vettétek egyébként észre, hogy körülbelül olyan a világ, vagy olyan az ország, hogy bárhol mész külföldre, mintha lenne 3-400 arctípus, és ha van egy ismerősöd, annak a megfelelője egyébként külföldön is szembe jön veled. Ezt nem vettétek észre? Ezek az úgynevezett archetípusok, tehát hogy van egy Rákóczi Feri itt, de hogy vannak hasonló kinézetű, hasonló testalkatú Rákóczi Feri külföldön. Van egy Vadon Janink itt, és egy csomó hozzád hasonló, kinézetre ugyanúgy kinéző ember valószínű azonos sorssal, most nem azt mondom, hogy nyomorúságos a sorsod, de így van. Vannak leszek a térségek még a világban, sajnos sok helyen. Vannak, ha ilyet. Tehát, hogy, de miért van az, hogy az én alter egoim mind a harmadik világból? Nem, tehát mit tudom, van egy mint a Várkonyi Andinka a tényekből, ahogy ő kinéz, és ha mész az utcán, akkor látsz... Millió vagy, Várkonyi Andinka. Vagy van egy Osváth Andrea, és van egy hasonló az Osváth Andrea, ugyanazzal az arckarakterrel ugyanúgy néz ki, ugyanúgy beszél, ugyanúgy gesztikulál, és van 100-200 ilyen típus, és ahhoz a 200-300 típushoz hasonlít egyébként mindenki. Van valahol egy Zsűr, van valahol egy Ákos, és ugyanúgy néznek ki, ugyanúgy beszélnek, ugyanolyan a hangkordozásuk. Ezt nem figyeltétek még meg, hogy látsz hasonló De. Típusú embereket? És tök izgalmasan hangzik. Micsoda? Jó, menjünk érezni. Ja, akkor izé. Tulajdonképpen... Jó, még kicsit hétfő van, kicsit még hétfő van. Jó? Úgyhogy hármas ugrásra lehet jelentkezni, 8:30 múlt pontosan. 3 perce, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 óra múlt 42 perc, jó reggelt kívánom mindenkinek, már élőben újra itt vagyunk, egy napi újságot magunk elé tartva, jelképesen, hogy már élőben vagyunk, ha valaki esetleg nem hinné, de szerintem elhiheti, mert hogy élőben vagyunk. És hogy úgy... vagyunk most? Így van, na jó, hát egy hét alatt keveset beszéltem, kicsit kiestem a gyakorlatot. Ez egy új bandi volt? Ez egy új Kálai Sanders dal, gyerekek, önti magából a dalokat. Beindult jó, a Kálai Sanders bejt. Így van. És ez is európos. Igen, európos, de jó. Egyébként tényleg jó. Én tudom. Na, nézzük a közlekedési híreket. Viszonylag kevés van, ez azt jelenti, hogy nem küldtök eleget, vagy? Nem küldtök eleget, vagy minden rendben az utakon, jól lehet haladni, nincs baleset, kevés a trafi, mindenki szabin van, és kicsit az ország úgy döntött, hogy békén hagyja a többi autós, vagy egymást. A rendőrök nem csesztetik az autósokat, nincs karambol, nincs dugó, úgyhogy tényleg minden rendben. Annyi, hogy a Berceli domb után most állítják a három lábút. Ez a négyesen van Szolnok felé. Sanci küldte nekünk, köszönjük szépen. És gyerekek, tehát tulajdonképpen ennyi. Ez az összközlekedés írünk ma reggel. Minden jól lehet haladni, nincs dugó, nincs baleset, minden rendben. Ugye? Uh-huh. Tök jó, minden tök jó. Rendben. Én nagyon örülök ennek. Na, volt egy nyertesünk még a múlt hét előtt, egy nagyon helyes srác, aki megnyerte ugye a Super Gold jegyeket, és a fél ország meghatódott azon, hogy végül is Dani hogy nyerte meg a jegyet. Ugye csűrtük, csavartuk a dolgot, de végül is Dani megnyerte a Super Gold jegyeket, és kiment a Forma 1-re. Illetve első Forma 1-re, vagy volt talán 3 éves kora környékén? Az nem ő volt? Lehet, hogy ő volt, és mondta, igen, csak mondtuk neki, hogy arra nem biztos, hogy annyira emlékszik. Igen. És ígértük, hogy visszahívjuk, csak hogy mondjon két mondatot még
mégis, hogy milyen volt a futam, hogy érezte magát, mert egyrészt nagyon szimpatikus volt, nagyon helyes volt, kettő tényleg mindenki neki drukkolt, hogy nyerje meg a szupergólt jegyeket, és amikor ez megtörtént, akkor rengetegen írtak, hogy meghatódtak, és milyen helyes volt, és milyen jó helyre megy. És beszélj már Danival a futam után is, hogy érezte magát, hívjuk föl, és meg is ígértük talán azt hiszem akkor, hogy két mondat erejéig Danit megcsörgetjük, hogy mégis milyen volt a élete első olyan futama, ami most már ugye hát nem felnőttként megy, de hogy úgy megy rá, hogy emlékezni fog rá, és most már felfogja, hogy reméljük, hol van. Igen, és sem, nem azért. Kell baby tápszer, hogy felidézze azokat az emlékeket. Így van. Az íz miatt. Így van. Itt van Dani. Hello, Dani, jó reggel. Ciao. Hello. Itt a Jani meg a Feri. Hello. Danikám, na, mesélj egy kicsit. Voltál? Eljutottál? Voltam, kint voltál? Igen, bejutottam. Bejutottál? Igen. Milyen volt? Jó volt. Nagyon. Az a baj, olyan sokan voltak, hogy nem lehetett sehová odafélni. Minden Fetteltől is kértem autogramot, őtől is csak egyet tudtam, pedig többet is akartam. De most, Dani, csak tényleg egy pillanatra hadd álljunk már meg. Emberek százezrei nem jutnak életükben Fettel közelében. Te meg azon parázol, hogy nem sikerült két autogramot kérni, csak egyet a Fetteltől. Hogy kerültél a Fettelhez? Hol találkoztál? A csütörtöki box utca látogatáskor. Csütörtöki, az tényleg, még van egy box utca látogatás. Igen. Ott voltak a pilóták is? Hát nem jött, nagyon voltak aktívak. Uh-huh. Éppen csak futottak, és végig jöttek ott az egész soron, utána meg gyorsan el is mentek. De az a baj, hogy a biztonsági őrök nagyon korlátoztak ott a hozzáférést hozzájuk, meg több ilyen őrült szurkoló volt, és azok nem engedtek nagyon oda hozzá, de megpróbáltam selfit is velük csinálni, vagy vele. Fettele, megpróbáltál szelfizni, tényleg? Igen, nézett is rám, szemeztünk is, na, csak egy nagyon szint szurkoló, nagyon elállta az utamat, és nem tudtam úgy, hogy én is benne legyek, meg ön is benne legyen a képbe, és így nem jött össze a selfie, de az kezem hosszú, és ki tudtam szorálni a fejéhez, vagy a kezéhez. Az, hogy a kezem hosszú, ezért olyan hátsó kezes bevertem a finn szurkolóra, hogy balra te meg tudtál nyugodtan selfizni. Biztos, hogy finn szurkoló volt, nem Kimi Räikkönen? De Kimi Räikkönen szurkoló volt, finn, viszont Fettet is ennyire szerette, hogy nem tudtam arra félni hozzá. Na, de akkor egy autogramot csak sikerült kérned. Igen, azért egy autogramot sikerült, igen. Az egy nagy dolog. És aztán mentetek péntek szombaton, mint három napon? Igen, voltatok? Igen. A második szabadzésen mentünk pénteken. Ott még gyakorolnak. Akkor, amikor meghallottam először az autók hangját, akkor nagyon úgy olyan fura érzés volt, hogy nem tudom, jaj, hogy itt vagyok. Izgultál, gondolom, nem? Igen, vagy igen, egy nagy élmény igen, volt nyilván, igen. Amikor az ember ezt először hallja, igen. Igen, a rajt után voltunk, a két kicsivel pár méterre, nem tudom, hogy az első kanyar előtt, meg a rajt után, ott középen. Ugye, mert az volt jegyeket nyertél, szupergold jegyeket, hát ott lövik el előtted a rajtot tulajdonképpen, vagy ott lőtték el. Kicsit azért mögötte, vagy utána volt, igen. Igen, láttuk már a helyeszkedést a rajt után, hogy azt láttuk. Hát az a legizgalmasabb rész, ahogy kilőnek, úgy van, hogy ott ki elősz, ki nem, azért az a legjobb. Igen. Eltűntél kicsit, várjál, eltűntél. Igen. Most jó. Uh-huh. Na, jó. Szóval, hogy akkor... Igen, láttuk a két Ferrari-t, ahogy jön előre a rajtnál, mert nagyon jól rajtoltak. És nem volt olyan, hogy utána írtatok az otthon levőknek, akik nézték a tévét, hogy segítsenek már, hogy éppen mi történik a pálya többi részén, mert mire újra a cél egyenesbe értek, addigra már valaki más vezetett? Tehát egy csomó minden nem ért az ember ott kint a futamon, ha csak nem néz tévé közvetítést, nem? Igen. Eltűntél megint. Lokolják. Itt vagy? Itt vagyok. Most jó vagy. Jó, akkor volt óriás kivetítő előttünk, és azon láttuk, meg magyarul is beszéltek néha ott a hangos kimondóban. És úgy nagyjából tudtuk, hogy mi van, viszont nem nagyon voltunk néha-néha képbe. Hát persze, az ember nincs képbe, tehát olyan, nem tudott, hogy mi történik. Olyan volt most ez a magyar nagydíj, hogy olyan. Jól van, na Danikám, örülünk akkor, hogy jól érezted magad. Jó, kivel mentél végül? Apával? Csütörtökön pénteken keresztényekben, Marcival. Szombaton vasárnap meg apával. Apát vitted, azért a futamra meg az időmérőre őt vitted ki. Igen. Jó van. Mentünk a futam után a víziosztóra is. Igen. A pályán. Hát is nagyon örültél, gondolom, mert hogy Fettel győzön.
Igen, az sajnos Ez a Rijkőn a mostában mindig kiesik, nem? Vagy nem végez túl jó szegényként? De nem is lesz már sokáig. Most kellett volna bizonyítania, hogy mennyire tud. És akkor marad a felvállalás, de én nem tudom, hogy... Végig nem az ő hibája miatt eszeti, hanem az autóval volt gond. És a mi telefonunk vonalunkkal van? Nem, már? Én már nem tudom, mert ennyiszer nem megy el egy hang egyébként. Hmm. Jól van, oké, örülünk, hogy jól érezted magad, csak akartuk tudni, jó? Mert nagyon helyes volt, amikor megnyerted a jegyet, nagyon örültél, tényleg egy ország drukkolt neked. Jó volt, sokan voltak. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen volt. Őrült arcoskodás lesz szeptemberben, mi? Találkoztam Miki Laudával is. Tényleg? Igen. Igen. És vele is tudtál fotózkodni, vagy kértél autogramban? Nem engedtek be oda a Box utca része, mert csak ott a pályáról láttam. Aha. Sarkakatával nem szelfiztél egyet? Nem. Közelítettem a kamerával oda, ahol a pedoklubba, ott szembe volt, de nem találtam, nem láttam. Összesbúzott Börnivel. Igen. Igen, láttam a képet. Na igen. Danikám, köszönjük neked, vigyázz magadra, jövőre is lesz játék, jó? Úgyhogy készüljél. Jó. Jó. És figyeld a játékainkat, mert lehet, hogy majd lehet telefont is nyerni. Bár nem vagyok benne biztos, hogy ez a te hibád egyébként, már gyarús, hogy nálunk mindenki elmegy valamiért mostanában. Nem tudom, most telefon szerint volt, mert elromlott az előző telefon, ami még volt. Jó, van, ez már egy másik történet lesz, egy másik univerzumban. Danikám, köszi, vigyázz magadra, jó, ciao, örültünk, hogy jó helyre megy egy egy, és köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello, ciao, hello, szia. Szia, Balázs. Hívjuk már fel a Janit, a Jani mobiliát, úgyhogy kimegy, és akkor kiderül, mert a Janinak jó mobil. Jani, akkor az enyémet hívjuk fel. Hát ne, azért pont nál Janiért jó, hívjuk, akkor, igen. Tehát az hallod, most még... Keveset adunk el, de mégis miénk a legjobb. Ők adják el a legtöbbet, értem, persze, értem, de tudjuk. Az ár számít. Tudjuk, hogy azért kit kell hívni, ha jó mobiltelefont akarunk hívni. Fél, megnéztem ezt a képet, amit mondtál. Melyiket? Börni és Kata. És milyen? Börni és Kata? Ja, a Bernie Ecclestone, igen. Bernie Ecclestone a pedoklubban volt. Óriási az ember. Igen, a szó átvitt értelmében. De mondjuk, mondom én. Ahogy fogja a nőt, érted? Igen. Hát akkor konkrétan magához szorította a Katát, de olyan szinten, hogy... Picit. Hogy ott szemmel már el is kapta valószínűleg. Igen, én igaz, ilyen öreg tatás, pervers kis oda bújt. Oda bújt a Katához. És Hajdú fényképezte vajon? Nem tudom. Nem voltam a pedoklubban. Nem, Kimi Räikkönen. Vagy orági esek. Igen, Niki Laudát nekem. Csinálj már egy fotót. Igen. Niki, fotó, please. Nem veled, Börni. Na, játsszuk hármasugrás, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Dani? Ja, nem. Csak olyan volt a hangod. Attila, hello Attila! Szia, Balázs, sziasztok! Hello, szia. Honnan hívtál minket? Dadról, Komárom-Esztergom, ugye? Dadról? És mit csinálsz te ott? Mit csinálsz? Hogy csinálsz? Itt lakom. Kedves Isten, csinálsz te. Ott laksz, tényleg? Szereted? Igen, csendes kis környék, nagyon el lehet lenni. Csendes, de mennyi idős vagy? 14 éves. És szereted a csendes környéket? 14 évesen az ember azt szereti, ha van élet, meg nagy zúzás, nem? Vagy te egy kis nyugis vagy inkább? Hát néha azért jó a csend is. Uh-huh. Van Dadon Metal Club? A Dadi Metal Club. Nagyon kemény le. És mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Hát diák vagyok, most nyári szünetem vagyok. Nyári szünetem vagy, hiszen elmondott, hogy 14 éves vagy, szép volt, baj. És mit tanulsz? Ez most betalál, figyelj. Mit tanulsz? Hát úgy a rendes tantárgyakat. Nyolcadikosztályos leszek. De figyelj, te 14 éves vagy, milyen a hangod meg egyáltalán tényleg? Tehát hogy olyan, mint egy 25 éves felnőtt palival beszélgetünk. Te 14 éves vagy. Igen, csak kicsit meg vagyok fázva. Uh-huh. Atya Isten. Hihetetlen, itt kevernek az ételükbe. Ne robolt. Strombát. Napozimont. Mit tesznek? Tojótábot. Mit tesznek ezek a gyerekek? Atya Isten. Na, Danikám, vagy Attila. Nem. Na, Dadikám. Attila, mit leszel akkor a nagy leszel? Ezt most tudom, hogy ez egy jó kérdés. Minek tanulsz, vagy minek szeretnél tanulni, vagy mi van most? Hát, nem igazán tudom még. Ez egy nagy kiszúrásám, ugye? Ez embernek 14 évesen lassan már tudnia kell. Hát, aki a fene tudja 14 évesen, hogy mit akar, vagy hova akar. Hova akar menni. Mondd lesz, hogy polgármester. Persze. Ki akarod ütni Szűcs Attilánét a nyerekből? Most megnéztem. Nem vagytok ezren se.
1900 környékén. 1100, mert akkor megugrott tavaly óta. Mi történt oldalon? Mert tavaly még csak 991-en voltatok. Adókedvezmény, biztos oda költözött. Volt egy jól sikült falunak? Ingyen telek. Nem, hát sok bevándorló költözött is ide meg azért. Na, fiatal még a politikához szedj. Hogy telik a vakáció egyébként? Mit csinálsz? Hát most elég hűvös van itt, de azért elmúlt napokban sokat fürödtünk. Sokat fürödtetek. Az jó. Milyenek a kérdések, Jani? Hát nézd. Akarnak előtte. Mikor írtad? Még előtte? Nem, nehéz. Na figyelj. Attila, így szól az első kérdés. Mehetünk? Persze. Milyen állat a racka? Racka. Hát egy dadinak ezt lökni kell. Itt vagy? Most igen. Mit csinálsz? Nem tartotok állatokat? Vagy mi van ott, uránbánya? De csak... Ne csináltam most azt. Ez egy jellegzetesen magyar állatka. Racka, hát egy juh! Racka juh. Tudod, aminek ilyen kis csavart a szarva? Tudom, igen. Hosszúkás, csavart szarvú. Nem tartotok állatokat? Vagy nincs ott semmi? Vagy internet? De van malacok, kutya, csirke. Egy ilyen csavart szarvú juh. Csavart szarvú juh, annak a nevét nem tudom. Igen, van belőle 8-900 darab. Igen, de. Attila, hát ez egy rövid játék volt, tehát a racka juh. Hát ez ráadásul azért elég híres, hogy lehet tudni, hogy racka az juh. Most mi legyen? Semmi. Attila, ez egy rövid játék volt, hosszabb volt a beszélgetés, mint a játék. Igen. Igen. De ne keseredj el azért, nem rontottuk el a szünetedet. Nem. Csak kicsit. Na. Jó van, köszi a játékot, vigyázz magadra. Oké, sziasztok. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az is lehet egyébként, hogy hedővét csinálta a képet Katáról. Ja, teljesen egyébként. Tehát teljesen hülyék vagyunk, mert hát veszed, ki csinálta volna a képet Katáról, hanem hedővé. Nem? Őt kérte meg. Bernie Kata nyakába ugrott, ott volt Hathaway, és azonnal lefotózta őket. Figyelj, akkor nyilván úgy volt, hogy Alexander Nestor Hathaway-nek hívják, akkor mondták, hogy Nestor, gyere ide a mamához. Gyere, csinálj rólunk képet. Rólam képet. Bernie-ről rólam. Igen. Itt kell megnyomni. Nem az, itt kell megnyomni. De nem hülye, csak Hathaway. De jó hallgatói felvetés, hogy Hathaway-t csináltam. Na, jött közlekedés hírünk, gyerekek, hát ennek most nagyon örülök, mert kevés van. Bükkbárány. Oh. Ja nem, bükkábrány. Ja. Istenem. Mindig munkázok egyet, ha vidámkodásról van szó. Bükkbárány. Jaj, ezek a hegyi jószágok. Hihetetlen aszkajú bükkbárányán, mi lesz még itt? Árvasügy bükkábrány, trafi, vigyázom, minek ezt Robi küldte nekünk, jó? Na, elmegyünk egy picit szünetre, de nem Szabira, ne izguljatok. Csak reklámozunk egy picit, Ákos hoz nekünk baromi friss híreket, meghallgatjuk aztán. Ákos, jöhetsz! Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, már élőben az egyhetes szabadságunk után, kicsit még... zörög a gépház, kicsit zajos, de azért beszélünk, mondjuk, toljuk, de hát igen, még azért itt néha elbeszélünk kicsit egymás mellett. De itt vagyunk, élőben vagyunk, és újra itt is leszünk. Nem, elbeszélsz magad mellett. Én elbeszélek magam mellett, de hát gyerekek, én mindig elbeszélek magam mellett, én lassan vitatkozom a híradóval, megbeszélem az élet dolgait, mindig hangosan gondolkodom, ilyen. Ilyen pali vagyok, érted? Összekevered a hajsz ezt a köptetődbe. De az már nem zavarja. Én kicsit fura néha, ebbe iszom bele, abba iszom, ezzel köptetek, azzal borogatom magam. Persze! Tehát nincs ezzel baj. Figyeljetek, én megnéztem ezt a Bernie Ecclestone a sarkakatás, vagy sarkakatás Bernie Ecclestone képet, és ha nekünk most nincs meg 2050-ig a hogy hívják? A licenc, akkor semmi nem tudja összehozni ezt a dolgot. Mert ez a kép, hát ezt komolyan mondom. Tehát így
Bernie oda szívta magához Katát konkrétan. Tehát elkapaszkodott rá, mint egy kis gibbon az anyára, és így egyszerűen így szorítja. Mint a Kata köldökében valami helyetetlen vákum lenne, ami oda cuppantott a Bernie. Hát mint egy kis majom úgy csüng rajta. Jó, hát Bernie nem kell félteni, tudod, hát azért a jó csajokról van szó, akkor Bernie oda ugrik egy fotóra, hát nyilván meglátta Katát, de tényleg átkarolja bal kezével, de úgy picit ez húzza a magához, ma már hogy... Nem ma, a héten. Kivel jöttél ki az a kis fekete csávót mögötte cégképezővel a kezébe? Hát ki van az öcsét? Nem, ő. Ő is nézheti. Nekem mindegy. Igen, hát a Bernie papa egy picit ilyen pervers módon húzza magához azon a képen. Tehát látszik rajta, hogy azért, hát még ő azért úgy oda-oda éreget a jachtján azért, amikor ott nagy parti van. Az nem alsó tudjuk, szinten, hogy mi a végkifejlet, de ott van. De Bernie papa azért még oda teszi magát valószínű, ha csajozásról van szó. Jó, hát figyelj, hát. Azért neki is a könnyű. Fene vigyel. Hát gondolom. Nem? Hát, csak a baj mi. Neki sincs könnyű élete. Nem. Azon gondolkodom, hogy akartam, mondjuk a Blahán futott volna össze az aluljáról, egy pontosan ugyanilyen külső úriemberrel vele is csinált volna. Biztos. Na, hát fene se tudja. Azért a Blaha nem egy padoklub, szóval... nem ugyanaz a kettő. Én voltam benne. A Blahán is voltam, meg a padoklubban is voltam. A kettő nem ugyanaz azért. Se enteriőrben, se. De itt se. Is van élet, ott is van élet. Mindenhol jó. A Blaha is, a Népszínházút is nagyon jó. De hogy valahogy azért az a környék az nem egy... Nem egy pedoklub. Csak a pedoklubban nem lökik oda az ellenőrök az utasokat a falhoz. Igen, és nem játszanak itt a piros, hol a piros, mint a pedoklubban például. Tehát, hogy van a különbségek a Blaha Lujza téri aluljára és a pedoklub között. Igen. 81-esen kisbér végénél mérnek a bütykös taxiból. Ezt Feri küldte nekünk. Győr felől köszönjük a kiegészítést. Iharos Berénynél van egy trafi Kaposvár felé, ez Sas küldte nekünk. 21-es út, Bátony terenye mellett szintén trafi, Spigi üzente nekünk. Erőjt eszembe, mi van most Spigi bolya. Kisbér 81-esen trafi, Detons küldte nekünk. Mit csinál most Spigi bolya? Már nézem is. Egykoron volt Spigi boly. Emlékeztek? Spigi boly. Van még ma is. Van még Spigi boly. Persze, nyomja a DJ-t. Zenél még Spigi boly? Hát a DJ-nél nekünk úgymond kollégánk volt, mert hogy ő is dolgozott a rádiónak. Spigi boy? Igen. Ő tolt szetteket. Spigi? Toltak a Spigi szetteket? Erre nem emlékszem. Hát, hogy írják? Bárányjován. Bárányjován. Bárányjován voltam egy buliban most szombaton, és ott pont a bárány zenélt. Antonio. Nem, az már egy brazil sorozat, hagyjuk azokat, most a magánéletedet ne keverjük ide. Lucilia Santos. Ez hogy érez most ide? A bárány talán még a legjobban foglalkoztatott DJ egyébként a régi nagy DJ generációból, tehát a bárány, Jován, Lauer. De a Jován is megvan, külön nem már tudom, nem járnak hogy, együtt. A Junior már szerintem nem nagyon, azért Schulz, ugye hát régen, de a bárány olyan, amikor Funky vonalon ment, ő most is Sterbinski, ugye hát volt a nagy DJ korszak, amikor ugye nagyon mentek, és egy éjszak alatt 6-7 hakni, nem hiszem, Budai még szilveszterezi, három helyen játszott egyszerre szilveszterkor, és helikopterre ment a helyszínek között a Budai, tehát olyan brutális bulik voltak. De most ebből talán, vagy ezen emberekből a bárány nyomja még leginkább. Uh-huh. Neki azért sok bulija van, Sterbinski is van még. De... Nyúl is. Azt nem tudom, hogy a Perről nem volt szó. Szerintem egyébként ott számlát nem lop. Én szerintem a bárány nem olyan. Én szerintem nyilván, de elvisz egy ásványvizet maximum bele, és jó, szerintem nagyobb dolgokat nem nyúl. De ez biztos, hogy egy félreértés volt. Nézd, szerintem ennyire ne személyes. Nem. Aztán kiderült később, hogy az nem hagyja, az a dobozt véletlenül vitte el, amiben azok a lemezek voltak. Igen. Egy bárány nyúl, kacsa, csirke, de minden csomó minden van ott, de most ez hogy... Ja, az hogy igen, érde? Az az éttermi buli volt. Na, az itt teljesen más buli volt. Na, hogy jutottunk el? Ja, értem, tudom. A Spigiból eszünkbe jutott. Na, ne csapongjunk ennyire, el akarok nektek mondani valamit, és kicsit dühös vagyok most, mert most megint beleéltem magam valamiben, amiben nem kellett volna. És most már elegem van, komolyan mondom. Na, kire vagy mérges? Úgy látom a fodrászodra. Nem, most csak elveszettem egy fogadást. Azért kellett ilyenre vágatni. Gyerekek, ki vagyok a NASA-ra, tényleg? Tehát, hogy egyszerűen írok, most már... már tudják, most egy kicsit így szarba érzik magukat. Most már szeretnék egy feláborodott hangvételű levelet írni, hogy Dear NASA. Tehát ne, az eszem meg áll, komolyan mondom. Ex-Dear. Ex-Dear. Hiszen már nem kedveled őket. Ex-Dear NASA. De nem tényleg, tehát, hogy miért kell az embereket hűíteni. Megint összehívtak egy sajtótájékoztatót, és azt mondták, hogy brutális bejelentés, óriási felfedezés, találtak egy földszerű bolygót.
találtak egy fényképes igazolványt, egy diák igazolványt és egy lejárt Mastercardot. Nem, egyszerűen arról van szó, hogy megint lóvá tettek egy csomó embert, és én nem tudom, hogy ők lájkvadász oldalakon teszik közé ezeket a cikkeket, vagy hogy miért. De egyszer hogy... volt egy ilyen a Roxfordban is. Lóvá tettek egy csomó embert. Tehát, hogy földhöz közeli testvérbolygót találtak. Na most aha, ugye ilyenkor már egyrészt költöznél, kettő úgy gondolod, hogy majd jönnek a földön élő emberekhez hasonló emberek, és akkor integetünk egymásnak, és júj, de jó, és elolvasod a cikket, és semmi másról nem szól, mint hogy rohadmányos, büdös messze találtak egy nagyjából a földhöz hasonló bolygót, ami körülbelül ugyanakkora lehet, egy másik nap körül kering, egyébként baromi messze van, és még egy csomó mindent egyébként nem tudnak róla. És aztán fel vannak háborodva, hogy már mindenféle bulváros cikkek megjelennek, hogy Föld 2, meg nem tudom, és hát ők próbálják így, nem tudom, hűteni az újságírókat, hogy nem erről van szó, de hogy minden hónapban, mindenfél évben beharangoznak valami olyat, amiből aztán kiderül, hogy semennyivel nem. De már vettél volna telket, hogy nem, hát egyrészt befektetésnek nem biztos, hogy rossz dolog, ha bevásárolsz. Nem, hát csak azt gondoltam, hogy na most valami nagyon nagy bejelentés jön, és most végre az idegen civilizáció, és na most aztán bejelentik, és elismerik végre, hogy végre nem vagyunk egyedül, és eddig kamusztak. De nem, kiderült, hogy 1400 fényévnyire az sok? Mm-hmm. Neked az 1400, az sok? Azért fölültetnélek egy MÁV vonatra, hogy utazzál el odáig, azért baj. De még ha a Shinkansennel mennél, és nagyon nagy bajba lennél. A váciakat kell fölültetni, ők hozzászoktak. Hát azért az 1400 fényév, azért az tudjuk, hogy méter per szekundum alatt körülbelül mennyit halad a fény. Aha. Ugye? Tudjuk. A fényév az nem az a távolság, amit a fény egy év alatt megtesz. De pontosan. Na, tehát ezért mondom, hogy fénysebességgel mennél, akkor az 1400 év. Ha fénysebesség. De hogy érzed? Én kalkuláltam. Igen. De mondjuk egy V16-os közmozdonya. Nem. Tehát a fény ugye a 300 ezer méter per szekundum. Így van. Ízlelgessük egy kicsit. Miért? Mert ez az egyetlen tény, amit tudunk. És azt mondja, hogy 1400 fényévnyire találtunk egy földhöz nagy vonalakban hasonlító földszerű bolygót, ami a lakhatósági zónán belül van egyébként, és hogy ez milyen jó hír. Most csak elmondom, hogy mi emberek a legnagyobb sebesség, amire képesek vagyunk, az 17 km per szekundum. Uh-huh. Aha. Nem rossz. Hát figyelj, de én is ezzel a testtel? Te nem. Hát nem. Aha. Én 16. Tehát 100 méter per fél óra. Aha, értem. Tehát a te adataid mások. Tehát 17 km per 17 km per szekundummal megy egyébként egy űrszonda. Az a Voyager, annyival megy. Tehát 17 km, ez a legnagyobb sebesség, nem amire rossz. Most mi képesek vagyunk. Jó, mondjuk egy Lőrinc Monor relációban. Az nem. De nem rossz. Az nem. Tehát egy Budapest Esztergom viszonylag hamar megvan. Tök jó. Miért kell hülyének? Hülyének. Fogadjuk, hogy úgy építették fel a sajtótájékoztatót, hogy a végén mondták, hogy mekkora a távolság. Ment a nagy hype, ment a nagy mellébeszél. Megvan, itt az új igen, föld. És a végén azt mondták is. Újságírói kérdés. Tessék, parancsoljon. Mekkora a távolság? 1400 fényév. Na menj, az a 1400 fényév mire van? Tehát 1400 évet utazik a fény mire idején. Hogy az a bajom, hogy évek óta mondjuk neked, amikor jössz ezekkel az ötleteiddel, hogy ez milyen fantasztikus és újfaj. Mit csinálunk mi? Ugye? Igen. Mi vagyunk az ellensúly. Most végre itt van, és magadhoz térsz. Mit csodálkozol? Nem tudom, hogy elkeseredtem egy picit. Megörültem, és elolvastam a cikket, és megint elkeseredtem. Hogy ez egy lehetőség lett volna nektek bizonyítani egyébként, aha, hogy nézzétek meg, hogy egy ekkora univerzumban és több milliárdnyi galaxisban nem lehet, hogy egyedül vagyunk. De most mi van, ha ott is mi élünk egyébként? És ugyanígy beszélnek most egy és magunkat tanulmányozzuk. Például nem gondolkoztatok még ezen? Tehát a két bolygó felfedezte egymást, élne. És most egymást tanulmányozzuk. Hát van egy élet. Nem hát tudnak semmit egyébként. Valójában most... azért vagy csalódott, mert érted, hogy ott még lehet, hogy vezetékes víz sincsen, nem hogy villapark, hogy tudjál venni magadnak valamit. De azért ez önmagában érdekes, hogy lehet, hogy egyébként élet az elképzelhető, mert hogy az életőségi tartományon belül van. Tehát elvileg nagyjából van egy saját nap, a kering 390 nap alatt kerüli meg a napot, és hogy még az aha, is lehet, hogy hát most vizsgálják, hogy van-e rajta víz, meg milyen a légkör, meg kőzetbolygó, gázbolygó. Kiklik. Kéklik? Fekete lik van mellette, de nem tudom. Ki mit szeret? Kék. Én a kékes márványhoz. Kék van igaz. Akkor már legyen. Akkor már ki kell jönni a vízből. Akkor már. Szóval tényleg, és akkor bemondták ezt az 1400 fényévet, és most megint elkeseredtem. Láttátok egyébként
azt a teljesen egyértelmű bizonyítékot a Földön kívülére. Igen. Amikor is azt hiszem talán a Mir űrállomásnak az élőképét mutatták. Két hét ezzel meg tudom nektek mutatni a felvételt, egyébként többenetes. Élőképet mutattak a Földről. És ugye az 24 órán keresztül mutatják az élőképet. És három pici kis lebegő tárgy. Feltűnt, de tényleg ez megtörtént. Igen. Honnan mutatták az élőképet? Magáról azt hiszem talán a Mir űrállomás, hogy mit tudom én, valaki kering a űrállomás a Föld körül, és mutatnak élőképet. Tehát te is meg tud nézni. Tehát van egy applikáció, figyeltük mi is egy ideig. És ez most volt 2-3 héttel ezelőtt. Mutatták az élőképet, és három ilyen pici kis ilyen kis földi... Még egy kicsit nehezen megfogható dolog, úgy érzem, hogy abból, hogy keresed a szavakat. Nem akarom kijönni egy repülőcsésze, ez így feltűnt, éppen hagyták el a légkört, és abban a pillanatban... Mert néztek fogócskát? Nektek bármit. De figyelünk! Na, csak mondom egyébként. Repkedtek, mint egy kis kolibri. És abban a pillanatban a NASA elvette az élőképet. Hát, és még el is veszik. Hát vagy elvette az élőképet, vagy ne felejtsük el, hogy a Mir űrállomásról van szó, a technikát viszonylag régen update-elték már, és lehet, hogy maga a Mir már 13 évvel ez van, de nem a Mir, mit tudom én, nem tudom mi, a nemzetközi űrállomás, nem tudom mi, és hogy felrepült három ilyen kis azonosítatlan tárgy, és abban a pillanatban egyébként elvették az élőképet. Azért ez érdekes, és lassított videó mutatják, hogy a három kis repülő azonosítatlan tárgy az éppen elhagyja a Földnek a légterét, vagy a stratoszférát, kilép az űrbe, és abban a pillanatban levágták vége. Az élőképet. Vége. Na mindegy. Mert nem akarta a NASA, hogy megtudjuk, hogy vannak? Tehát gondolom, persze. Ezek nem azok voltak, amiket láthatottak természetesen. Jaj, megszakadt kép. Na. Igen, mindjárt fölhívunk egy csillagászt, hogy mondjál nekünk, hogy valójában mit... Nem, hogy mit láttunk, hát azt nem tudom, hogy meg tudja magyarázni, hogy mi ez a bolygó, tehát mit találtak valójában a NASA-nál. Az is érdekes, hogy hogy találják meg. Gondolom érdekel benneteket, nem? Hogy a fenében-e? Szépen hazudsz. Gondolom úgy, hogy így tollak jobbra vagy balra, vagy le vagy föl egy picit a tápcsőn, nem? Igen. És inkább húznak rajta egy blendét. Egy szóstokkal. És akkor így ráélesítenek. Na most megint a csökevényes agytekervényeiteket egy kicsit segítek elindítani. Hogy ők nem a földet keresik tulajdonképpen, hogy ezeket a bolygókat, hanem a csillagokat nézik. Tehát a csillagokat vizsgálják, és úgy tudják megállapítani. Meghökkentő ez egy csillagászó. De jó, hát csillagok is bolygók, ugye tudjuk, hogy mi a különbség, nem tudom. Hogy... Mindegy fingod nincs. Majd néz utána, tíz után. Hogy ők a csillagokat vizsgálják. Igen? És a csillag, hogy veszít a fény erejéből, ott jönnek rá, hogy valami elment a csillag előtt. Tehát valami kering tulajdonképpen a csillag körül, és ott jönnek rá, megvizsgálják, hogy akkor mi keringet a csillag körül. Tehát nem is a földszerű bolygót veszik észre, hanem a csillag fény erejének csökkenéséből jönnek rá, hogy valami ugye bekerül a távcső és a csillag közé. Uh-huh. És csökken a csillag fény ereje, mintha a Föld és a Nap közé bekerülne valami. Meleg nyári estéken ez azért előfordul, mert mindenféle rovar kering ugye a levegőben. De most tényleg, arról a hírről beszélsz 10 perce, hogy bepárásodott egy távcső valahol, mert egy csillagnak a fénye elkezdett. De most veletek vagyok, hát nem érted, ki vagyok én is ezen a híren, érted? Igen. Hogy találtak valamit, és hűítenek minket, hogy földszerű is lehet, de egyébként rohadt messze van. Tehát most veletek együtt háborodom föl én is a NASA-n, érted? De most nem úgy jövök ide, hogy gyerekek, megmenekültünk, és nem sokára utazunk, csomagold a lekvárt, pakolj be, indulnak az űrhajók, és így van, erre óramra már nem egyéb bérletet. Igen, mondd le az éves BKV bérletet, gyerekek, indulunk föl az űrhajóra, és megyünk. Hanem pont azt akarom mondani, hogy elmegy a NASA a fenébe. Mert minden hónapban kitalálnak, hogy na akkora bejelentés, milyen sajtok, most betérdeltek. Mindenki elmegy a sajtótájékoztatóra. És azt mondja, 1400 fényével később, vagy távolabb van egy földszerű bolygó. Hát most bejebb ha vagyunk. Földi évekre átszámítod, akkor nagyjából 25 millió év. Mire odaérsz? És milyen szívásra rájössz, hogy nincs ott semmi, mi? Aha, igen. Ugye? Nem az anyag, hogy kiír oda, hanem ott jár rájössz, ott konstatálod, hogy megyünk vissza. Vagy ez egy gázbolygó. Fél nincs úton feltűnik, hogy nincs dugóhúzó senki. Akkor azért az a 25 millió év azért, amíg utazgatsz oda, ugye? Szóval, hogy jó, nincs is nagy eső. Be lehet nyomni, de én ezt véd, nem szeretem. Na jó, hát ennyit a tréfáról. Igen, de most felülünk egy igazi szakértőt. Nem egy csillagbubit, egy csillagászt. Még tételezzük föl, hogy mondjuk üzenhetünk nekik valamit. Igen. Hogy üzenjünk nekik valamit, vagy kérjük meg a hallgatókat. Vagy ha ide jönnek, akkor hogy jöjjenek? Vagy nem vehet kell a magyarok munkáját. Ja, jó, oké. Tehát egyrészt így mérjük. Egy felől gyertek, mert... Ott már kerítés. Szeptembertől gáz van. Ott szeptembertől nem jöttek el. Hallod? Csak igen. A kis kapuk.
De hogy miért ne jöjjenek ide? Mi lenne az az egy mondat, amit üzennétek nekik? Most játszok-e, mindenki írhat bármit. Tételezzük fel, hogy ezen üzenetek saját magunknak célba jutnak 25 millió évvel távolabb egy földszerű bolygónál. Hogy mi lenne az az egy mondat, hogy miért ne? Jó? Tehát, hogy miért ne jöjjenek ide? Uh-huh. Mit üzennénk nekik, hogy ők is vizsgálnak most bennünket, és éppen készülnek útra kelni. Ők már le tudják győzni mondjuk az 1400 fényévet, nem tudom, olyan technikájuk van, gyorsabb alatt, mint a fény. Mi lenne az az egy mondat, amivel elbizonytalanítanátok őket, hogy miért ne hozzánk jöjjenek? Megtelt, kopj le. Na, de... rövid és velős. Felejtsd el. Egy. Igen, igen, fűre lépni íhos. Hogy tényleg, hogy miért ne ide jöjjenek? Jó? Ezt az egy mondatot küldjétek el, csak kíváncsiak vagyunk, hogy ki hogy gondolkodik, hogy miért ne a mi bolygónkat választják. Hát simán elképzelhető, hogy ők most jelen pillanatban egyébként minket tanulmányoznak. Ja, mert ők is tele vannak. Azt nem tudom. Mivel? Emberrel. Tehát náluk sincs hely. Tételezzük fel, hogy egy földhöz hasonló bolygót találtunk. Figyelj, lehet, hogy ugyanezekkel a problémákkal küzdködnek, mint mi. Hogy? Akkor meg érted. Legfeljebb induljanak el ők is, mi is félúton találkozunk, integetünk. És érted, ami az övé volt, most a miénk lesz. Iszunk egy jó kávét. És lehet, hogy ott is van egy vad, olyan egy Rákóczi Ferész és Sebestyén, és ott lehet. Is vannak, ott van egy sima, egyszerű párhuzamos valóság? Vagy több párhuzamos igen. valóság, több van bolygó? Van egy vadon zorg. Nem elképzelhetetlen, nem? De akkor ugyanazt élik, mint mi? Tehát nem, gondolom, ugyan... teljesen más életet van, olyaniként csak egy párhuzamos valóságban, te valami más síkon mozogsz, te is lehet, hogy van négy gyereked, aha. két feleséged, sportautóval jársz, és nem tudom, jó fej vagy. Igen. tehát simán lehet, hogy egy párhuzamos valóság él ott abban a pillanatban, vagy ebben a pillanatban. Csak ott más tulajdonságokkal. Igen. Tehát nem feltétlen pont ez, hogy mit tudom én tudok főzni, és akkor Ferének van hatalmas lőcse. Aha. Kipróbálhat, gyűröltem már veled, valóban nem vagy bütyök. Furák a testarányaim, néha szerintem, támaszkodni arra, szerintem valahol adtak, valahonnan elvettek, ahogy láttalak téged zuhanyozni. De jó helyre adtak, azt látom. Itt van még Zábori Balázs Csillagász. Hello Balázs, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Na. Induljunk, vagy ne induljunk. Végre egy profi, aki elmondja, hogy legalább annyira mérges a názára, mint én, ugye? Igen, egyetértek, teljes mértékben. Ha tőlem kérdezitek, semmiképp se induljatok útnak, mert nagy meglepetés lenne a végeredmény, azt hiszem. De miért kell egy ilyen hírt ennyire felhájpolni, hogy nagyjából, hogy Föld 2, meg megtaláltuk, meg van esély, laza 25 millió év, és ott vagyunk, 1400 fényév, hát ezek olyan távolságok tulajdonképpen semmi értelme. Azon kívül, hogy ők vizsgálódhatnak, nem? Semmi értelme, csak hát a NASA megfelelő programjának a reklámmal tud pénzt keresni, és pénzt szerezni, úgyhogy ez tulajdonképpen csak reklámtért szolgál. De alapvetően az egész bolygóról nem tudunk semmit. Mindössze annyit tudjuk, hogy kicsit nagyobb, mint a Föld, közel hasonló a csillaga, és közel hasonló távolságban kering. Aztán utána jönnek a problémák. Lehet, hogy az egész egy nagy hidrogén gázfelhő, és nem is kőzet bolygó. Még ezt se tudjuk. Azt pedig igencsak meglepetés lenne, hogy nincs is hova leszállni. Átrepülsz rajta az egészes felhő. Rosszul értelmezem én azt, hogyha ennek a bolygónak a fénye 1400 év alatt ér ide, akkor mi egy 1400 évvel ezelőtti állapotot értelmezünk most jelen pillanatban? Pontosan, igen. Tehát mire oda megyünk, lehet, hogy már nincs is, nem? Pontosan hát igazából van, vagy pontosan félreértelmezi? Nem, hát igen. Ez még akár ez is előfordulhat, hogy mire odaérnénk, ha oda tudnánk bárhogyan is érni, de hát ugye ez is irreális, mert hiszen ha fénysebességgel tudnánk utazni, ami a maximális fizikai hatássebesség, akkor is 1400 évünkbe kerülne odaérni. Hát a mi tudatunkban, a mi dimenziónkban ennyi a maximális, hát ugye? Hát ezt most nem tudjuk. Na, hát igen. Igen. Hát tehát addig, amíg a gyerekeinek a gyerekei is meghaltak. Igen. Tehát a napnak a fénye ugye 8 perc alatt ér ide, ami azt jelenti, hogyha fölrobban a nap, és csak 8 percon vennénk észre, mi most egy 8 perccel ezelőtti napfényt látunk. Az azt jelenti, hogy ez a bolygó, ez egy 1400 évvel ezelőtti állapot, hogy akkor még volt. Simán lehet, hogy azóta már tényleg megsemmisült. Elindulunk, simán. Nem? Uh-huh. Azért fél úton szólnak, hogy Józsi, fordulj vissza, mert... Hát igen, meg odaérünk 1400 fényév alatt, nincs ott semmi, visszafordulunk, és egy 2800 évvel későbbi földre érkezünk vissza. Az is elég kellemetlen, de ami még kellemetlenebb... Kinek számolsz be? Igen, és hova adózol? Miről azt a számlát? Így van. Mondja, mit kell mondani? Hát, hogy a NASA azért nem beszél bizonyos kellemetlen részletekről, az egyik nagy probléma ezzel a bolygóval, hogy tegyük föl, hogy kőzet bolygó, mint a Föld, de hát úgy tűnik, hogy 1,6-szor nehezebb, akkor az azt jelenti, hogy kicsit erősebb a gravitáció, annyival, hogy sokkal sűrűbb a légköre, és olyan erős üvegházhatás zajlik a bolygón, hogy olyan 400-500 fok a felszíni hőmérséklet. Hát nem tudom, ki szeretne olyan strandon élni, ahol 400-500 fok így a... Hát forra víz, májog erősen.
Az egy kicsit erős, azt hiszem. És ez csak egy-két probléma. Kicsit erősebb gravitáció is gondot jelentene, tehát senki nem 70 kilós lenne, hanem mindenki mondjuk 150 kilót nyomna a mérlegen. Mondjuk akkor a Norbi még gazdagabb lenne. Fogjatok le! Akkor bruta 6-szoros milliárdos, gyerekek, mindenkit lefogyasztok. Norbi, nem, ez a gravitáció. Ez egész más. Igen, szóval hogy a sok hír nincs, de mégis a NASA úgy adta elő, hogy most tehát valami brutális felfedezés, és földszerű bolygó, és testvérbolygó, és hú, és haj. Az közben azért az egész egy nagy felhő, nem? Hát igen, abban azért elég sok a tudatlanság, a bizonytalanság, mindössze néhány faktor stimmel, és akkor ez nagyon megtetszett a NASA-nak, de hát azért ezt így erőteljes rámondani egy bolygóról, hogy olyan, mint a Föld, mikor azt sem tudjuk, hogy kőzetből van-e. Tök érdekes egyébként, hogy nyilván azért tudunk ezekről a hírekről, mert Balázs állandóan behozza őket, bármi ezeket nem kérjük, sőt. De hogy itt mégis hát szeretem a demokráciának egy bizonyos típusa érvényesül ebben a műsorban is. Szóval, hogy nem árt ez a fajta elbulvárosodás a NASA-nak? Mert hogy egyre inkább azt érzékeli az ember, így az átlag, mit tudom én, érdeklődő, vagy az átlag ember, hogy jönnek elő újra és újra olyan hírekkel, amik egy picit így a bluff kategóriába tartoznak. Picit ilyen szenzációval jár. Sajnos ez nem a legszerencsésebb, de ha visszanézünk a történelembe, akkor a NASA-nak az összes programját csak úgy tudta igazán elindítani, hogyha meg tudta győzni a nagy tömegeket, hogy az adófizetők pénzét miért költjük el erre. Ugye az Apollo programnál is már így zajlott a probléma, hogy meg kellett győznie Kennedynek a tömeget, hogy miért költünk iszonyatos pénzeket, dollármilliárdokat arra, hogy eljussunk a Holdra. Most ugyanúgy meg kell győzni az embereket, hogy miért kutatunk földszerű bolygókat, és fel kell mutatni valami eredményt, különben a szenátus megvonja a pénzügyi támogatást. Lehet, hogy Gagarin is csak egy amerikai ügynök volt, akit a NASA pénzelt, és eljátszotta az egész sztori, csak azért, hogy... Még az is lehet, még az is elképzelhető. Hát ennél még vannak furcsább történetek is, állítólag az Apollo programot azt az oroszok tönkre akarták tenni, és nem tudtak mit csinálni, látták, hogy hát az amerikaiak jobban állnak sokkal, és akkor kitalálták azt, hogy fölküldenek két darab teknőst a Hold körül keringeni, és ez a két teknős, semmit nem csinált az űrhajó, csak két teknős volt rajta, és hazaküldött olyan üzenet, rádióüzeneteket, mintha most készülnének orosz űrhajósok leszállni. Az amerikaiak meg ezt vették, és ezért állítólag hónapokkal előbb elindították az Apollo űrhajót, mint kellett volna. Az oroszok meg bíztak benne, hogy a nagy sietség közepette valami technikai hiba lesz, aztán nem lett. Most, hogy ez a történet igaz-e, hogy a teknősök tényleg elindultak-e Oroszországból azért, hogy szabotálják az Apollo programot, ezt nem tudom, de állítólag ilyennel próbálkoztak az oroszok a hidegháború idején. Ez is érdekes, hogy nem tudom hány éve már nem mentünk vissza a Holdra, nem? Igen. Nyilván oka van. Nem, hát van okod, a kínaiak szeretnének. Szeretnének most egy ők is, igen. Meg bányászni, meg minden, mondjuk hát vannak annyian, hogy mehetnek páran, aztán legfeljebb néhány nem jön vissza elsőre. Annak idején mi volt a mondás, hogy miért kell menni a Holdra? Mert van egy csomó teknős. Igen? Hát annak idén az volt, hogy oda kell érni elsőnek, hidegháborús győzelem. Akkor presztízs kérdés volt. Manapság most már inkább nyersanyag kérdés ma már. Rengeteg nyersanyag van a Holdon, csak hát hogy hozzuk haza? Azért vannak itt kérdőjelek. Láttad ezeket a piramis-szerű képződményeket a Marson? Most hozták le pár napja, nem tudom, hogy ez most kiderült, hogy kamu vagy nem kamu. Hogy piramis-szerű képződményeket fotóztak a Marson. Azért az is elég érdekes. Jules Van gúnyos nevetés-effektus? Hát csak kérdezem, hát mégis egy szakember, hogy mit mondasz. Hát most hiszük, nem hiszük. A Marson elég sok olyan képződmény van, aminek az eredetéről egyelőre fogalmunk sincsen. Ez nem az egyetlen. Rengeteg olyan felszíni képződmény van, amit a keringő szondák időről időre lefotóznak, és akkor ilyen geológusok tippelgetik, hogy na vajon ez hogy jöhetett létre földi hasonlóság alapján, aztán fogalmunk sincsen. És nem is tudják megmagyarázni, vagy nincs elmagyarázat? Nem, egy csomó mindent nem tudunk megmagyarázni, egy csomó mindent meg tudunk magyarázni, de mint ahogyan azt se tudjuk megmagyarázni, hogy hát a Marson elég feltűnően vízmedvek vannak, meg vízfolyás nyomok, de hát hol van a víz? És azért mennek oda azok a robotok egymás után, és mindegyik kotorgászik a talajban, és keresi az egyre mélyebb rétegeket, hogy hol a víz? És nincs meg a víz. Hát hova tűnt el az a sok víz? Ezt se tudjuk még megmagyarázni. Azért itt elég sok a kérdőjel, pedig ez a szomszéd bolygó. Akkor ez a másik bolygó, ami 1400 fényévre van, akkor arról meg pláne mit tudhatunk, ha a szomszédunkat se ismerjük. Hát igen, érdekes, érdekes kérdések ezek. Igen. És láttad ezt a lekapcsolt közvetítést? Azt a videót, amikor lekapcsolta? Istenem, kérlek, ne menj vele! Kérdezem, volt most egy videó, amikor nem tudom, amik űrállomásra keringett a Föld körül, és három ilyen azonosítatlan tárgy kirepülni látszott ugye az űrbe, és abban a pillanatban lekapcsolták az élő közvetítést. Nem nézted ezt, vagy nem láttad? Nem, ezt nem láttam. De még el is tudom képzelni, hogy ilyen dolgokat titkolnak. Amerika, Oroszország, ki tudja, mit tudnak, amiről mi nem tudunk semmit.
Nem kizárt. Igen. Na jó, szóval azt mondod akkor, hogy még ne csomagoljunk. Na, semmiképp sem. Ne csomagoljunk. Semmiképp. Hát nagyjából, igen. Igen, erre számítottunk. Balázs, köszi neked, jó munkát, hívunk, ha... Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Van kérdés. Köszönjük szépen, Zábori Balázs irányászra. Hello. Na, értitek már, hogy miért vagyok dühös? Hogy ezek lebegtetik, mi és semmi. Nem? Nincs mögötte teljesítmény. Annyira hittél benne. Na nem, csak hova megörültem, igen, egy pillanatra. Már készítettél a kis kabinbegelet. Már elkezdtem a tisztasági... Tudod, hogy nyakpárna. Igen, összeraktam a tisztasági csomagomat, az orrszőrvágómat és a borotvalbumat, hogy nem sokára. Figyelj, nem sokára ha mehetnél, tehát hogyha lenne rá lehetőséged anyagilag, mert azért ez egy elég kis masszívabb összeg lenne, akkor mennél, repülnél? Ilyen űrturistaként? Hogy csak tenni egyet a föld, aha, tenni egy kört, igen, a föld körül? Igen, kívülről jó, megnézni. Jó, nem akartalak megalázni egy ilyen. Hogyne? Hát nem, hát persze. Hát állítólag életre szóló élmény. Tehát olyan spirituális élmény, hogy így kicsit mindent átgondolsz, átértékelsz. Hát állítólag szenzációs, hogyne? Hát nem néznéd meg kívülről egy nap felkeltét, egy, mint a nap alatt van 12 nap felkeltét, 12 nap nyugtál, vagy 24 nap. De tök uncsi lehet, de megint lehet. Hát szerintem ez kozmikus lehet. Tehát ez egy nap alatt? Egy nap alatt, ugye, hogy keringsz a föld körül, egy rengeteg nap felkeltét, nap nyugtát látsz, persze. Igen. Aki nem mennék, Titus biztos, hogy 12 napot írnál a szabadságomba. Abba biztos lehetsz, igen. 9:30 múlt pontosan 5 perc, elvárunk friss közlekedési híreket, jönnek már az üzenetek, mindjárt beolvasunk egyet-kettőt, egy pici szünet, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Ugye arra kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk üzenetet, mit küldenétek el a testvér bolygónak, hogy miért ne jöjjenek. Ugye, hát vagyunk elegen, tényleg 7-8 milliárdan, nekünk is megvan a saját maga bajunk, nem kell, hogy még többen legyünk és jöjjenek. De hogy mi az az egy mondat, amit elküldenétek, hogy hogyan beszélnétek le a testvér bolygót, ha ők is most jelen pillanatban minket tanulmányoznak és gondolkodnak azon, hogy győzzék le azt az 1400 év fényévet. 25 millió évet, ugye átszámítva mi időszámításunkra, vagy távolságunkra 25 millió évig kellene utaznunk körülbelül, és mi lenne az az egy mondat, amivel megpróbálnátok őket lebeszélni, hogy ne jöjjenek. Nagyon szellemes dolgokat küldenek a hallgatóink, csak szemezgetve egy-két SMS még a nap legjobb pillanatai előtt. Ne gyertek, anyósom még él. Kaptuk SMS-t. Nehogy ide gyertek, vasárnap minden zárva. Bizony, na ez mondjuk ok. Kivéve, ahol van piac. Kivéve egy-két ügyes okoskodon áll, ami már piac lett, így van. Laci küldte nekünk. Üzenem a földkető lakóinak, ha a földre jössz, nem veheted el Dárdai Palit. Ne gyertek, Dobókata már elkelt. Ezt Edek küldte nekünk. Itt van Csicsolina, én nem kockáztatnék. Miért ne jöjjenek ide? Szintiboly, Fási, Conchita. Kaptuk ezt is üzenemben. Azért ne gyertek ide, mert épül a kerítés. Ha Magyarországra jössz, át kell másznod a kerítésen. Ezt jó, ha tudják. Kedves idegenek, vasárnap zárva vagyunk, gyertek vissza hétfőn. Jött ez is SMS-ben. Ne gyertek, bőven elég nekünk smukandok. Küldte nekünk Vikó, csak akkor jöjjetek, vagy akkor gyertek, ha Palit is visszahozzátok. Addig ne gyertek. Ugye, hát szegény Dárdai Paliról van szó, akkor reggel beszéltünk róla, igen. Nagyon drága a hek a Balatonon, Patakiból meg már sok van, ne üljetek át másik űrhajóba, ha elfogy az üzemanyagotok. Pacsi tesó, Laci küldte nekünk. Ne gyertek, mert sarkakat a veletek is fotózkodni akar, üzeni Laci. Túl sok megyei matrica kell. Ez jó. Túl sok megyei matrica kell az űrhajóra, ezért ne gyertek. Ezt Mitya küldte nekünk. Igen. Vasárnap a föld zárva, üzente Timi. Na hát ezek az üzenetek, köszönjük szépen, a legszellemesek. Bek, mert hogy jött még egy-kettő. Mi pedig gyorsan váltunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel felhívtuk Deák Zsigmondot, aki egy sportújságíró, és beszélgettünk vele egy kicsit a magyar fociról, mert hogy ugye a Hertha nem járult hozzá ahhoz, hogy Dárdai Pali párhuzamosan irányítson, és felvetettem, hogy micsoda szívfájdalom ez, hogy végre volt valaki, akit kedveltünk, akit a szurkolók is elfogadtak, a focisták is örültek neki, szakmailag is jó volt. Összerántotta a magyar válogatottat, és átokül rajtunk, mert Dárdai Pali már nem irányítja többet a magyar válogatottat. Nem értünk a focihoz, de föltettük azon laikus kérdéseket, amiket ilyenkor föl kell, hogy miért nem. Engedték ezt meg neki. Erről beszéltünk. Mi is szerettük, a nép szerette mindenki. Így van, szimpatikus volt, megindult felfele a magyar fotball, mondjuk, hát már lefele nem tudott.
Igen, nagyon még gödörből kellett elindulni, de már az, hogy 5 meccsen keresztül veretlenek voltunk, már ugye, hát a mi értelmezésünkben már az is egy nagy eredmény. Kell becsülni a kicsit is. Hát most. Így van. Úgyhogy Dárdai párról beszélgettünk korra reggel, aztán pedig megállapítottuk, hogy többek között azért is rossz visszajönni szabadságról, mert ha az ember finom kávét iszik valahol, akkor rájön utána, hogy hát a saját kávégépe az nem olyan már. Hát majd legközelebb hozol termoszba. Az lesz egyébként, és megállapítottuk, hogy valami vizes, nem tudom mit iszunk kávé helyett, és megpróbáltunk a helyzeten kicsit változtatni. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva, pontosan 10 óra. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a nap legjobb pillanatai után. Jó reggelt, Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Szia! Hát figyelj, azt a Jani posztolta a Facebook oldalunkon is, megjelent, hogy ő az M5-ösen nyaralt, múlt héten hétfőn egy dugóban. Igen, jó volt. Ugye most a Balázsról ma reggel kiderült, hogy az M1-es mellett töltötte. Én az M1-esen nyaraltam. Szerintem erre jártam. Horvátország. Ja, mert a Velencei tóban most kevesebb a víz, és már nem fél. Nem, van benne nagyon sok víz van. Bizony. Hát most miért ne nézzünk meg mást is. Ott voltam, Trógerban. Te voltál az egyetlen, aki eljutott ezek szerint a tengerpartra? Én mentem, csapatból. Nem adtam föl. Hát akkor a Feri nyerte ezt a versenyt. Hát most ők úgy szeretik. De a Feri egyből trélerrel indul, úgy könnyű. Ja, nem az enyém állt az autópályá, Jézusom! Ne keverjed már! Azért úgy könnyű, azon a trélerre ülök. Én legalább megadtam az autónak az esélyt, hogy lemenjen. Nem ment le, tehát hibáztam, és Ferit kellett volna követnem, hogy azonnal trélerrel indulok el. De hát nem, az enyém megy, tudod? Ez a különbség, hogy amíg a tiéd áll, addig az enyém megy. Figyelj, lefele van gurult, érted? Az is igaz, tényleg. Lejtő volt, csak visszafele volt egy kicsit nehéz. Te nem pihentél? Nem voltál Szabim? Én nem pihentem, viszont őrült jó bulikban voltam. Egyrészt ugye volt Debrecenben egy kitelepülésünk múlt héten, csütörtökön, amíg ti nyaraltatok, a Campus Fesztiválon voltunk, és most hétvégén meg Zalaszentgróton voltam, ott 25 éve rendeznek egy ilyen Zala folyón mindenféle épített járművekkel leeveznek a fiatalok 9 kilométert, ez egy egész napos program bír nekik lenni. Kicsit több alkohol fogy, mint amennyire a sportteljesítményt előtérbe helyezik, de nagyon jó volt, ezen voltam ott a hétvégén. Vicces jármű volt? Sok vicces jármű volt az indulásnál, aztán a megérkezésnél ezekből vicces járművekből már sokat nem láttunk, mert szétestek, elhagyták útközben, de nagyon vicces figurák voltak. Úgyhogy akkor jó volt. Jókat mulatoztam. Jó van. Szabin voltatok. Jó van, hívjuk a nap hallgatóját. Aha. Jó lenne, csaj lenne. Az jó. Már egyszer kipróbálom, de is nem. Mondtam neki, csak az íze kedvére. Jó lenne, bácsi. Halló. Hello. Morning show, ciao. Oh. Feri, Csabi, Jani, Balázs. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Na jó, Alex. Alex, ciao, hello. Elfelejtetted, hogy írtál? Igen, meg közben jött egy-két meló, szóval nem tudtam úgy koncentrálni, mert az adás sajnos a vége felé. Igen, szellemes volt, amit küldtél, ugye beszéltünk Dárdai Pajról, te annyit írtál csak, hogy az MLS elhertálta Dárdai. Elhertálta, így van, Dárdai, és szerettük az SMS-t. Ezzel te vagy a nap hallgatója, gratulálunk, csak hát... A kitüntető címen kívül nem tudunk mást adni neked, hogy viseld, mert hogy nem mondtad, hogy morning show vagy, és ugye nincs ajándékcsomag a szabályok nem szerint. Baj, ez is több, mint a semmi. Az biztos, az biztos. Köszönöm, örültem, hogy beszéltem veletek. Köszi, hol hallgatsz minket? Ő Budakalászon vagyok. Budakalászon vagy, jól van. Köszi, hogy minket hallgatsz. Csáó, jó munkát neked. Rendben, köszönöm, sziasztok. Szia. Hello. Újra itt vagyok. Csabi, milyen zenéid vannak? Remek zenék? Folytatódik, ismeritek ezt a mondatot, folytatódik a Klassz Nyár 2015, ugye 3 héten keresztül Forma 1 jegyekért játszottunk. Nyugtass meg, most már nem? Most már nem. Na jó. Nagyon sok nagyon sok hallgatónak okoztunk egy boldog pillanatokat. 300 darab, tízesével lehet megnyerni. Most viszont a legjobb ír zenekarnak kikiáltott The Script koncertjére szeretnénk elvinni hallgatóinkat, úgyhogy ezen a héten, aki hallgatja a kívánságműsort és felfedezi ezt a kis játékra felszólító felhívást, az azonnal telefonáljon és mehet másodnagával. Ki kiáltotta ki őket a legjobbnak? Te, hogy menjen a játék? De figyeljetek, ráadásul megválasztották a legjobb koncertzenekarnak is őket, tehát azért és nem mondtam. Jobbak, népszerűbbek már Írországban, mint a YouTube. Több lemezt adtak el, mint a YouTube. Tényleg? Hát azt azért nem hinném.
Egy. Esküszöm. Tényleg? Esküszöm. Azt gondolom, Írországban adtak el több lemezt, tehát világszerte még nyilván nem. De ez de, nagy szó, ha YouTube-ba hasonlítják. Egyébként most ők a legnépszerűbb a csapat, és mondom, tényleg egy olyan fantasztikus koncertet fognak adni, amit megnézhetünk együtt így a hallgatókkal. Ezen kívül egyébként, ha már rákérdeztél a zenékre, akkor hozom nektek Jasmine Thompsont, aki mindösszesen 15 éves, nagyon aranyos kislány, két éve énekel, és ő úgy kezdte a karrierét, hogy a... Nem. A YouTube-ra elkezdte feltölteni azokat a dalokat, amiket ő elénekelt, ilyen feldolgozásokat, aztán természetesen előbb-utóbb felfedezték maguknak a kiadók, meg a különböző DJ-k is dolgoznak már vele együtt, és van saját dala is, az Adore című, ezt fogom majd játszani, jó? 15 éves és énekel, miért nem iskolában van? Miért nem tanul ez a gyerek? Hát mit? De már járja a világot, és koncertezik tényleg? Nagy koncertek, igen? De hát most nem feltétlenül a koncertekre koncentrál, gondolom, csak a nyári időszakban, hiszen biztosan jár iskolába, hogy okosodjon is, de nagyon jól énekel. Meg ezek a 15 évesekben nem olyanok, mint a Kelly Family annak idején. Hát senki nem olyan, sem, mint a Kelly Family. A Kelly Family csak önmagában olyan, mint a Kelly Family. Ők egy belterje szaporulat, ezt sokszor megbeszéltük már, hogy hát velük mi van, Csabi? Kelly Family dal nem lesz a Kívánság műsorban? Sosem miért voltam nem? Nagy rajongója a Kelly Family-nek. Na, az Angel-t lenyomhatnál egyébként, tényleg. Csak a ti kedvetekért. És csak a hírek alattadáson kívül. Jó, csak a Kelly Family. Na, a kedvünkért és a genetikusok kedvéért. Na jó, Csabi jön a Kívánság műsorral, jó? 555-55-00, a telefonszáma változatlanul, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.